Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt kívánunk. Hello Jani, hello Feri, hello. Hát, szevasztok. Hello. Morning Show hallgatók. Itt vagyunk újra, újabb hét. Fú, igen, állítunk majd még, legalábbis én magamon biztos. Igen, már, ha már órát nem állítottam. Na, nem állította órát. De hát automatikusan hangolnak. Persze. Egyedül a sütő nem állít automatikusan, meg az autó nem állít automatikusan. Ezt kikérem magamnak mind a kettőt, hogy egy nálad. Hát egy te, egy neked a sütőd nem. Hát nem is Jani, értettem, pedig, pedig internetes a sütőm. Internet? Internet kapcsolat, ugye a wifi-s, ja, lehet. Nem rajta. Mondd már. De tényleg. Az minek? Hát mi az, hogy minek? A receptet letöltöd, érted, kiírja, hogy mit vannak benne, és amikor összeraszad, leteszed, és automatikusan beállítja, só, 45 percig 160 fokon, az utolsó 10 percre 200. Tényleg? Kommunikál, ha, persze, persze, hát nagyon jó. Van, van olyan hűtő is, ami, ami például kiírja a bevásárló listát. Mit fogyott el? Mi hogy éltünk úgy, ahogy élünk? De mondjuk ezt tényleg csodálkozom rajta. Egyébként nem wifi, sehogy is nem, nem wifi. Közvetlen kapcsolat van a NASA-hoz. Igen, az autó nem állít, azt mondjuk nem tudom miért, de gyerekek, ha valahol egyszer fel lehet lépni az óra átállítás ellen, vagy kampányolni, vagy, vagy aláírást gyűjteni, akkor szóljatok. Jó? De ezt a baromságot, de tényleg komolyan mondom, hogy az, az így is alváshiányban szenvedő magyar népnek, vagy az így is alváshiányban szenvedő magyar néptől még elvenni egy órát, mindenki kialvatlan, mindenki álmos, mindenki nyűgös, mert hogy a magyar keveset alszik erre. Mi van most? Még elveszünk egy órát. Aztán persze majd visszakapjuk. De ezt a hülyeséget komolyan mondom, megőrülök ettől az órátállítástól. Hát feküdjön már korábban a magyar. De nem tudsz elaludni. Én tegnap fél lefeküdtem 9 órakor. Rájöttem, hogy még csak 8 óra van, a gyerek az 10:30-ig vergődött az ágyba, hiszen még csak 9:30 volt az ő biológiai órája szerint. Hát, nem igen. Tudsz korábban lefeküdni. A kisgyerekeseknek ez a nagy átok. Nagyon. És 4 évesen hiába mondod, hogy holnap főkeken, nem órá érti. Lesz. Óra nem érti. Mi az, hogy igen, mi az, hogy óra átállítás. 3:45-11-kor aludt el, ugye, mert az a 3:45-10-es idő. Ráadásul sötétbe mész dolgozni, föl kell kapcsolnod a lámpát. Na jó, de meddig világos volt este? Meddig lehetett szabad tévét programot, gyerekek? Az jó, az az, egy, az az egy, ami jó. Háborúk az egy, ami jó. Sötét van, sötét van, nem van lámpa a kocsidon. Nem? De most ilyenkor sötét van. Ugye? Igen. Ilyenkor nem, nincs. El van húzva a függő. De eddig világos volt. Igen. Világos. Tudjátok, ez az óráteljes a veszőparipám. Eddig világos volt. Mi történik? 6 órakor megriad mondjuk 1 millió ember, és felkapcsolja a lámpát. És égeti 8 óráig, hiszen igen, sötét van. Plusz a közvilágítás, plusz egy csomó minden. Tehát, hogy takarékoskodunk-e, ugye? Nem takarékoskodunk, de ezt már nagyon sokan régóta mondják. Hiszen, hiszen most este takarékoskodunk, viszont mi történik? A reggel, reggel viszont elhasználjuk, nem? Igen, na, de, na figyelj ezt az élőt, viszont a reggel csak korlátozott mértékben égetjük a lámpát, hiszen nem mindenki megy dolgozni. Sokkal kevesebb lámpa van feloltva, illetve felgyújtva, kis lámpák vannak, nem az egész, nem az egész lakásba világítasz, hiszen a gyerek alszik, legalábbis nálunk ez így szokott lenni, nem oltom fel a lámpát a nappaliban, csak ezért. Viszont, hogyha estes lenne sötét, akkor mindenhol égne, hiszen akkor még mindenki ébren. Na, okay, akkor csak egy picit kell kiábrándítsalak, nagyon jó volt, Jani. Tényleg igen, büszke igen vagyok rád, ez egy hibátlan, gyönyörű, ragyogó eszmefuttatás jó, volt. De az egészet nem a polgárság miatt találták ki, hanem a gyárak miatt annak idején. Ez igaz. Hogy te nem elózzál sötétben. Ez igaz, ebben igazad van, viszont én nem, nem erre az érvre válaszoltam most, hanem arra, amit Balázs felhozott, akkor, abban pedig nem szerepelt az ipar. Köszi. Akkor kérdezek mást. Akkor kinyírtál. Oké, okay, kérdezek mást. Tessék. És akkor ezzel minden érvemet előttem az óra átállítással kapcsolatban. Figyelj. Pakolj föl. Tegnap előtt, amikor még nem állítottuk át az órát, igen, akkor ugye még mondjuk 6 órakor sötét volt. Ugye? Uh-huh. Fél hétkor. Délután? Délután, tehát hamarabb megy le a nap. Na most, ha majd sokáig lesz világos, akkor ugye sokkal több klímát is használok, hiszen sokkal több ideig tűz a nap, sokkal több ideig van világos. Míg ha mondjuk hagynám, hogy 7 órakor lemenjen a nap, akkor már kicsit kezd hűvös lenni, és lekapcsolom a klímát, nem? Aha, uh-huh. Tehát ott plusz energiaigény fog jelentkezni. De hát plusz energiaigény jelenik majd meg, hiszen sokkal tovább van világos, sokkal hosszabbak a nappalok, sokkal több klímát kell például majd, hogy használjak, nem? Ebben igazad van. Erre csak azt tudom mondani, hogy nekünk nincs klímánk. Nekünk sincs. Én még mindig kitartok, nekünk sincs a házba klíma. Azért a 2 hónapért, amikor nagyon meleg van, én is kibírom. Tehát nekünk sincs. De nem így van. Tehát
Lehet, hogy van benne valami, a gyári ugye? Klímázás el, nem, az se jó. Meg egyébként ez a gyári vonal, amit én magam dobtam be, és ezzel neki azok a gyárak már bezártak, bezártak. Igen, és azt akarom mondani, hogy neki szaladtam a nagykésnek, mert egyrészt A, bezártak a gyárak, B, egy gyárban egyébként is van világ, tehát hogy látnod kell, és a gyárépület meg nem ablakos nagyon. Na ez általában, az. Tehát ott mindenféleképpen világítani. Mindegy, egyébként az alvás a neurálgikus pontja az. Ennek, de tényleg komolyan mondom, aki ezt kitalálta, hagyja abba. Mondja meg, hogy én voltam, hülyeség volt, ne haragudjatok, ne állítgassuk ezt az órát. Annyi ország azt mondta, hogy menjetek a fenébe, nem állítunk óra, jó nekünk. Valamelyiken maradjunk rajta, nekem tök mindegy, hogy melyiken. Most ezen nyár, vagy az őszínek, ezt már fejtegetjük, mindegy, csak valamelyiken maradjunk rajta. A nyári az jobb. Nem? Aztán most akkor meg vagyunk. Szokjuk meg. Összefelejtsük el a visszatekerést. Te úgy szenvedtem, amikor megszólalt az óra. Hát tök igazad van. Egyébként ebből mindenképpen. Meg főleg a gyerekek miatt. Tehát, hogy a kisgyerek most egy héten keresztül minimum szenvednek. Remélem ez nem mindenkire igaz, hanem sokaknál ez mondjuk kevesebb idő lesz. De hogy tényleg egy héten keresztül a gyerek legalább szokja azt, hogy neki bizony most kicsit korábban kell lefeküdnie. Mint ahogy ezt egyébként megszokott. Ez nem jó. Ez nem. Egy gyereknek beállt a bioritmusa. Most kapcsolták le a világítást, a körúton írja nekünk egy hallgató. Te a gyerekek, elmaradt a beígért 4-es metrózásom, képzeljétek el. Tudom. Semmi, egyszerűen mentek ismerőseim, és azt mondták, hogy fürtökben lógnak az emberek. Én mondtam, hogy ennek nem tenném ki a Benit, tehát hogy szerintem ma megyünk, nem tudtam rászánni magam. Láttam egy-két selfit, meg láttam egy-két ismerősömet, aki ment, meg fotózott. Azt mondta, hogy tömött, hosszú sorban volt, én a mozgó lépcső előtt állt a sor, hogy lejuss el a mozgó lépcsőhöz. Mondtam, hogy ezt erre azért nem hajlandó. Konkrét forgalmi láthatóság. Igen. Tehát valami 250 millió ember utazott így a két nap alatt, amíg ingyenes volt, meg hát egyébként is. Úgyhogy ma már vagy holnap bízom el, hogy kevesebben lesznek, és akkor nekivágok. Jó. De ez most nem. Jó, én sem láttam előre sokat, csak a Calvin téri átjárót. De csak keresztül meg. Persze, átaladtam ott. És milyen? Az nagyon csecse. Annyira. Hát én hosszú éveken keresztül jártam a Calvin térhez, ez az egyik korábbi munkahelyemhez, ott kellett leszállni, és nagyon megszoktam már azt az állomást, és most az új átjáró ott nekem nagyon fura volt, hogy az most hogy kerül oda. Hát nyilván leesett a tantusz, majd én nekem is majd valamikor. Én megyek ma vagy holnap, tehát még az első között akarok lenni, bár már 1/4 millióan mentek, tehát ez már... Az még benne van. Még az benne első van. 1/4 millióban. Ez, kicsit megcsúsztam ezt, de én mondtam, hogy hétvégén nem. Tehát hogy erre nem vagyok hajlandó fölülni, vagy nem végig szenvedni magam, úgyhogy ma bevetjük. Senki? Akkor még mindenki bent rosszűz? Én sem voltam. Kedves kolléganőmk volt egyébként, és ma reggel órákat hallgattam volna, hogyha mondjuk 4-re bejövünk mindketten, hogy milyen jó, milyen szép, milyen fantasztikus, hogy egy csomó külföldi volt lent, aki lement, és azt hallotta, Annáról beszélek, egyébként ők voltak, és azt mondta, hogy azt hallotta mindenről, wow, ez hogy néz ki, mennyire jó, mennyire szuper, úgyhogy tényleg jó, jó. Mondták sikerül, magyarul a külföldiek? Igen, azt mondták, hogy nézd, és meg is szólt, nézd, Anna, milyen szép. Szia, Anna, de jó, hogy látlak, hallottunk. Ez az új 4-es metró vonal, Anna? Igen. Így van, ez az. Milyen szép, Anna. Villogó LED sor van, hogyha oda akarsz menni a veszélyzónához, és egy csomó ilyen jó újítás. Meg, komolyan? Aha, kérjük, tudod, van az az gumi széle. Igen, az már megszólalt a régiből, hogy kérjük a veszélyzónát, hagyjál! Igen, de ne arra! De hülye, másik irányban. Ott most ilyen villogó LED sor van, és egyebek. Nagyon szuper. Megőrülök. Tényleg, mikor tényleg fogják jó. Azt ellopni, hanem kiásni. Igen, pont erre akartam rátérni, hogy próbáljunk állagot megőrizni. Jó, tehát hogy maradjon ez így egy kicsit, mert ilyenkor előszeretettel megyünk tegelni, vagy hogy hívják ezt az ízű fölfújást, megpróbáljuk kifeszíteni a ledsort, mert jó lesz az otthonra a kerítésre, hogy hagyjuk békén, legyen ez így most egy darabig, nem? Hogy hát, ha megint jó lesz. De biztos, hogy lesz, mert az... be van, az már kamerázva, azt már nem fogják. Igen? Persze, azt már nem fogják bántani szerintem. Hiszen olyan sok bűnözőt elkaptak már Magyarországon, ilyen kamerát. Csak takarítsák rendszeresen. Biztos, hogy fogják, nem? Vagy nem nagyon. Tehát ott előfordul azért, hogy nincsen peromtakarítás. Na de ott minek? Hát az öntisztul, mikor beesik az eső, nem? Ja, hát ott tényleg. Minek takarítsak az M3-as? Meg a meleccél beránt mindent, hogy is persze. Közé, nem? Tehát, van egy tisztítótűz a purgatóriumban, az ott minden megtisztul, illetve van néhány esőcsepp, akkor szépen minden megtisztul. Gyerekek, túrázni voltam a hétvégén. Na. De kocsival. Tessék? De kocsival. Hát... egy ideig el kellett menni autóval, de hát aztán kiszálltunk. Menekültek a vadak, dőltek a fák. Balázs felrakadtam hajrácsot. Na gyerekek, hát ne, mondom, hogy hova nem menjetek, jó? Na. Tehát, hogy hova nem szabad menni. Beütöttem az interneten, szép túrázó helyek Budapest környékén. Tudod ki, Visegrád. Ó, biztosan, mert én szép túrázó helyek. Top 10 túrázó hely, Visegrád, Szentendre, mondom, voltunk, mit tudom, Dunakany voltunk.
kiírta azt a helyet. Nézsa, szíva lakutó. Mondom, Viki. Oh, micsoda romantika. Oda romantika. Csomagolj, készítsd a szendvicset, gyújtsd be a gyerekre a rakétákat, add rá villogós cipőt. Indul a család. Elindultunk, kiírta nekem, hogy 120 km. Mondom, az nagyon fura ez a 120 km, mert egyébként 60 km-t ír Budapestről. De lehet, hogy ő már oda visszaszámolt. Nem, a nulláson akart vinni, jobb lett volna, mert belekeveredtem. Futóverseny volt a hétvégén, vagy mi volt? Pesti alsórakpart. Igen, lezárt, teljes lezárás futóverseny volt. Igen? Aha, nem hívtak. Nem. Ez már a vég. Aha, igen, már nem számítanak rám, nem tudom mi volt. Na mindegy, másfél órán keresztül utaztunk, egy körülbelül 1000 lélekszámú kis falucskáig, ahol sikerült megtalálni ezt a szívalakú tavat, ami körülbelül annyira volt szívalakú, mint egy Dacia Logan. Tehát ezt, körülbelül így kell elképzelni. Képzeljétek egy ilyen 3 méter x 3 méteres pocsolyát, amit ha te most beülsz egy markolóba, és nem tudod, hogy kell kezelni, de véletlen kettőt beletúrsz a földbe, akkor kikaparod azt a szívalakú tavat. Volt egy horgásztó, ami egyébként nagyon jó, csak nem utazom 130 km-t egy horgásztó, és szenzációs volt. Mert a horgászok biztos szeretik. Ő nagyon szép az a horgásztó. Az nagyon szép. És mondom a Vikinek, nézd már ez a szívalakutó. Mondja Viki, hol van ennek szívalakja? Hogy lenne már ez a szívalakutó? Mondom, nézzek, hát ez a fele szív, mert olyan alakja volt a horgásztó, hogy a fele szív van. Dehogy is, menjünk tovább. És a horgásztó mögött ott van a szívalakutó. Hát kisebb, mint ez a stúdió. Oh. Egy ilyen beugrással, egy ilyen földbeugrással. Az a szívalakutó, hát. És mi hozta létre egy csőtörés? Szerintem a markoló sofőre része volt, ásott kettőt, ült, Béla ne arra, belekapart kettőt, szívalakutó. Majd mondták, hogy itt van valami, várnak a romja, amit találjuk meg. Na, elbotorkáltunk odáig, nem találtuk meg, eltévedtünk. Csővár a kirom, vagy mi? Csővár. Az. Csővár gyönyerű. Na, de, hát azt nem találtuk meg. De, ha megvan. De csak mondom, hogy nem baj. Mert? Nem baj, mert a csővári lombhoz azért egy elég komoly kaptató vezet föl. Tehát, igen? Hogyha oda mentetek volna hárman, már láttam volna, hogy hétfőn bejössz, engem elátkozol, és soha többet nem beszéletek ilyesmiről adásban. Gyakorlatilag a forgóid, a térdeid, a combjaid, a segged, a mindened be van állva. Mondom, most nem. Elmegyünk várat nézni. Elmegyünk. Botorkáltunk ott a szívalakutó környékén, megkérdeztünk egy-két halászt, merre van, mindenki mutatott mindent, hát nem találtuk meg ezt a várat. Szóval óriási túrán volt. És mondtad a családnak, hogy mindjárt ott vagyunk, gyerekek, nagyon jó lesz. És egyre kétségbe esettebben kerestétek a várat. A gyerek már fészkelődött, hagy szálljunk ki, vagy 40 kilométeres távot megtettünk másfél óra alatt. Úgyhogy... hogy átkoztál volna. Nagyon, az biztos. Úgyhogy aztán átmentünk Becskére, mert az viszont ott nagyon közel volt, és akkor megnéztük a kis buddhista stúpát. Mondom, minden évben egyszer-kétszer elmegyünk, az nagyon szép, még mindig, hál' Isten. Úgyhogy... Csigahegyen. Tessék? Csigahegyen. Az nagyon szép kis hely, igen. Úgyhogy ne keressétek ezt a szívalakú tavat, ha beleszaladtok, jó? Nem, én megígérem. Én egyébként soha nem is hallottam még róla. Ahogy tehát, te húzod fel a nézsai szívalakú tavat, ugye senki nem csinálja. Ha olvas a 10 legszebb kirándulóhely nézsa szívalakutó, nyugodtan Visegrád, vagy bármi, ami ott van alatt. Nem lehet, hogy egy másik tavat találtatok, és azt is az rossz is irányból lehet. Néztétek? Az is lehet. Szívalakú, azt csak nem onnan kell nézni. Figyelj, a Viki tudott olyan fotót csinálni, mint szívalakja van. Hát, ezt föltette a Facebookra. Hogy picit dolgozott rajta még utólag. Tudtunk úgy állni, hogy az egy szívalakú legyen. De hát gyerekek, mondom tényleg. Tehát egy Dacia-hoz hasonlít ez a tó körül. Ilyen szívalakja van. Úgyhogy azt is szívből csinálják biztos. Akit viszont megérintenek a romok, azok menjenek el a csővári várnak a romjaihoz, azt ettől függetlenül, hogy balesetek nem mentek el, és nem csak nézték meg. A vége. Csak mondom, hogy két felől lehet menni, van egy kukoricaföldes, vagy a földek mellett elvezető hosszabb túra, az nem annyira kaptatós, de van egy, ami a hegynek fölfelé vezet. Nagyon keveset lehet hallani erről a várról, de nagyon szép. Nagyon szépek a romjai. Tényleg ha na, ez kimarad, de megmondom őszintén, nem bánom, szóval, hogy így helikoptereddel föl tudsz menni. Tessék? Helikoptereddel. Igen, valahogy úgy kéne, hogy föl. De az benne áll a biciklik mellett, mi nincs összeszerelve. De hülye vagyok. Van fölkem, kovályogtunk ott a tó környéken, így néztük, úgy néztük, föntről én fölmásztam, hogy fára ránéztem a túra, úgyse volt szívalak, úgyhogy aztán visszajöttünk. Jó, tegnap viszont egy nagyon klassz kis helyen voltunk. Egész hétvégén túráztunk. Na, tele vagyunk élmények. Tatarozták a házat, vagy mi? Vagy kulcs elveszett, vagy a garázstávér egy szó, mi van? Kizárt uszbonkant. Nem, van egy mezitlábas park nevezető helyet, ismeritek? Nem. Hallottam róla, de nem voltam még ott. Akkor nem mondom el. De miért nem? Hát akkor nem, is nem akarok neki reklámot csinálni. De ha voltam, akkor megmutatnál, érted? Nem, most rájöttem, hogy nem ismeri senki, és akkor most reklámot csinálok neki. Hát ahogy, ez tök jó. Mondd azt, hogy nagyon rossz, ne menjetek. Hogy fognak örülni? Bűn rossz, ne menjetek.
Egész reggel ezt hallgatta az iparkigazgató, most belefejelt a kávéjába. De ingyenes, ingyenes. Van egy mezitlábas park, nem mondom meg, hogy hol, ami arról szól, hogy mezitláb kell végigmenni, és különböző anyagokkal lépeket. Tőzegen, bazalton. Parázson. Igen. Parázson rajszögeken. Tűzágyon, igen, rajszögágyon. Nem, és különböző anyagokat tudsz megnézni, és akkor meg tudod nézni, hogy milyen a tőzeg, mezitláb, hogy mennyire hideg, meg tudod nézni a különböző köveket, és mindig le van szórva valami, és mindig ki van írva, hogy mi van leszórva. Akkor mezitláb tudsz végigmenni. És mennyi lábgomba? Mennyi lábgomba? Mennyi lábgomba? Mennyi mindent lehet ott összeszedni, igen. És akkor gyerek is nagyon élvezi itt, mert ez szúrja, ez csikizi, ez hideg, ez meleg, nagyon érdekes kis hely, és akkor azon végig lehet menni. Egy ilyen kis szerpentines úton föl a hegy tetejére. De jó, ez tök jó hangzik. Jó, de ezt nem tudhatod, hogy van ezt ilyen. Ezt nem tudhatjátok, hogy hol. Szerintem kb. Annyit kell, hogy beírom a Google-ba, hogy mezitlábas túra, és utána egy enter, és már szerintem már ott lesz. Már úgy optimalizáltam egy honlapot, hogy elvisz téged nagyon messzire. Már nem lehet megtalálni. Már elrejtettem, már elrejtettem a keresőrobotot. És egy szívalakú tóhoz vezet majd az út valamit. Oda, menjetek a szívalakú tóhoz, az aztán nagyon szép. Úgyhogy ez, az egy jó hely. Igazából. És akkor azt meg is találtátok, ezzel nem volt baj. Tehát az A nap, a szombat az katasztrófa, a B nap, a vasárnap viszont nagyon jó volt. A B nap az nagyon jó volt, igen. Én fönn voltam Csillaghegyen, a Hare Krishna templomban, az is egyébként egy nagyon-nagyon szép hely, Krishnás barátaimnál. Most már közeleg ez az 1+1%-os történet, és szeretnék nekik segíteni abban, hogy jó helyre kerüljön az az 1%, mert ők ugye kiemelten környezettudatosak, nagyon szeretik az állatokat, nagyon óvják őket, nagyon odafigyelnek rájuk, ráadásul ugye több ezer tál ételt kiosztanak az ételt az életért alapítványok keresztül a rászorulóknak, aztán forgatunk egy ilyen kis filmet, de hát az a hely is azért. És itt Csillaghegyen is van egy ilyen... Bizony, ha igen, a Hare Krishna templom, ez nem, ők nem buddhisták, ők Krishna tudatúak, ja. És semmi baj. Köszönöm. Építmény, meg vagyok. Viszont olyan büfé van. Tudom, úgy főznek, hogy ezt nem hallod, és ráadásul benn voltam a konyhában, és segítettem is egy kicsit a főzésben, hogy olyan élveztem a dolgot, utána pedig úgy felpakoltunk a hatyhivákokkal, Krishnás édességekkel. Hogy egy hétig azt teszitek most. Aha, igen. Te, hogy úgy gömbölyöttünk ilyen kis felajánlott ételektől, az is nagyon jó volt. Hát aztán meg az összes többi napon pedig klasszik családi programok, ugye kerékpározás voltunk egy kicsit, elmentünk nyílt most nálunk egy kalandpark, és hála Istennek megint Lőrincen, oda is ellátogattunk egy kicsit. Lőrinc lesz a lassan a világ közepe lesz Lőrinc, gyerekek. Hát fia, odafigyel. Kalandpark, csúszdapark. Hallod? Odafigyelnek rá. Leszálló hely, felszálló hely, oda figyelnek rá. Jó az egyébként. Nagyon a családosoknak szerintem tök ideális program, a gyerekek felnőttek, papa, mama, mindenki kipróbálhatja, jól érezheti magát, úgyhogy jó volt, meg hát ugye gyönyörű idő volt. Úgyhogy tényleg nagyon jó, én is bringáztam. Gyűjtjük a kilométereket már. Nagyon kell, muszáj lesz. Nézted a teniszt? Nem néztem, csak már látom, hogy írják, hogy... Köhögnöm kell a gubát. Virisd a lóvét! De most akkor végül is fogadtad? Virisd. Fogadtunk, persze, fogadtunk, ne igen. Ne szórakozz el, kimondtam, hogy Joko, azt mondtam, hogy tartja, akkor tartom. Fú, gyerekek, hát atomtenisz volt. Az engem nem érdekel, hol a pénzem? Kapod. Kit érdekel? Ahogy bejön a Júli, kitom küldeni az automatához, akkor azonnal leveszem. Mennyi gubát kell köhögnöm? 20. Nem, arra emlékeznék. 5 vagy 10? 10, 10 guba? Tehát 10 az alap nálunk, tudod. Föl kell köhögnöm, azt nagyon mélyre. Rohadt élet. Két olyan szedbe verte a gyokornádát, Gyoko úgy játszott, én nem láttam még ilyet Gyoko, úgyhogy így játszani. Ha akar, így is tud. Fú, hát ez a szép, de szép volt, szépen játszott. Hát ez valami. Vagy a hengerrés. Nadal nem volt jó, tehát hogy ez ilyenkor mindig a másik ellenféle még egy kicsit dob, de ellenállhatatlan volt. Tehát ezt most szívesen köhögöm föl neked, mert ez... És mennyi ilyen lesz még az idén? Na jó. Tessék? Mennyi ilyen lesz még az idén? Ment az SMS neki, Feri. Mondtam, köszi Joko, egy tízesre bejön. Állandó asztal a korhelyben. Hát ne, a francokat 5000-et át kell küldeni. Ez azért az asztalt, ezt nem mondjuk csak úgy, hülyéskedj. Fú, de nagyon játszott. Szóval ügyes. Fú, voltam, nagyon. Jó van. Tudok még hinni ebben az évben benne. Hihetsz benne, mert nagyon. Most mind a 2000-es megnyerte, úgyhogy... Federert verte a döntőben a múltkor Indian Wells-ben, most pedig ugye Nadal-t a döntőben Miami-ben. Arra miért nem fogadtunk? Tessék? Arra miért nem? Mert szerintem nem voltam itthon. Vagy itthon voltam? Nem voltam itthon. Ja nem, mert pont írtam neked egy e-mailt, és írtad vissza, akkor néztem, igen, 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 igen. Mojito igen, és Federer. Igen. Vagy nem, te nem voltál akkor már. Te nem voltál. Nem. Egy, de, akkor nem, akkor még az még más verseny volt, igen. Után, jó, mindegy. Az Dubáj volt még, amit én néztem kint Tájföldön, te voltál valami, vizé... Ciao Amici-be voltál. Így van, Medici-ben volt akkor. Medici-ben járkáltál ketté azért.
Úgyhogy köhögöm a gubát, nincs elfelejtve. Gyere, Juli, igyekezzél! Juli kispurizik az automatához, és akkor már is köhög. Majd holnap ideadod, csak akkor már 15 lesz. Vali köhögi a gubát. Hogy végeztünk a múlt héten? Kikaptunk? Dehogy kaptunk ki. De 3-2 lett szerintem. Az biztos, hogy 3-2, de... Ja, ki kaptunk? Nem tudom, ki kaptunk? Ki? 3-2-re én vesztettem ezt pénteken. Hát az erre annyira ne legyél büszke. De, úgyhogy most szeretnék visszaülni a lóra. Igen. Minden leesés után azonnal vissza kell ülni a lóra, gyerekek. Úgyhogy szeretnék visszaülni a lóra. Aha. Mi veled leszünk, tartunk neked bakot. Az igen. Szóval 3-2-re elvesztettük a múlt hetet, drága hallgatók, jó, úgyhogy lehet jelentkezni a játékra, egészen nyugodtan. Nem mondom, hogy megkapott a renoménk, de sebezhetőek lettünk, mint Rafael Nadal. Verhetetlen trió, ugye? Igen, sebezhető lett a trió, úgyhogy azt mondtuk, hogy hétfő-kedden gyerekek, ugye? Már hogy ha vannak, tehát nem mindig, persze, csak ha vannak. Ha akarnak, igen. Igen, ne az legyen, hogy hétvégén játszunk, amikor már nagyon meg kéne nyerjük a dolgot, hanem itt a hét elején, hogyha akarnak gyerekek játszani, akkor az hétfő-kedd. Akkor hétfő-kedd a lehetőséget. Emiatt most ne ébresszék fel őket a kedves szülők, mert hogy azért kegyetlenség lenne az óra átállítás miatt, de a jövő héttől már ilyenkor jó, ha nem is megy a gyerek iskolába, és mondjuk 8 év alatt, és keveset beszél, és akkor is csak az igenre, a nemre, a feketére, meg a fehérre koncentrál, akkor mindenképpen jöhet. Jöjjön, játszani akarok vele. Tibi kecskenyet tenyésztő, juhés kecske tenyésztő. Igen. Kecskenye tenyésztő. Egy ritka virág. Akkor vizsgázott éppen juhászatból. Ötösre. Csillagos ötös. Igen, és a 20. másodpercben bedobtam egy nagyon szép nevet, úgyhogy így végeztünk. Jó, na jó van, megnézzük, hogy ki a mai játékos. Jó, a hírek alatt lehet jelentkezni, jó hosszú hírblokk lesz, mint mindig. Bárki jelentkezhet a játékra, ez alatt mi pedig jövünk a hírek után. 3:47 múlt pontosan 4 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. 0-0 van, kinulláztuk a hetünket, ugye? Uh-huh. Ja, ideig nagyon jók vagyunk ám. Elfelejtettük a traumát, ami történt velünk a múlt héten, úgyhogy... Trauma, hát egy 3-2, 4-1-nél mondom, hogy trauma, ez csak egy sima kis... Sima 3-2-re megint elbuktuk a hetet, úgyhogy hát sebezhetővé váltunk, de meglátjuk, hogy állunk most, jó? Itt van a hét első játékosa. A Verhetetlen Rádiós Trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Sári! Itt vagy, Sári? Itt vagyok. Itt vagy. Hello, Sári, hány éves vagy? 7. 7 éves. Ó, hát így csoda jött oda. Komolyan vették ezt, a gyerekek is jelentkezhetnek még hétfő-kedden című történetet. 7 éves vagy, tökéletnek tűnik a hangod. Honnan hívsz? Akár 8 is lehet. Akár 8 is. 8 is lehet. Honnan hívsz minket, Sárikám? Debrecenből. Ah, na és hogy telik a reggeled? Mit csinál szépen? Mesélj. Reggelizek. Reggelizel? Aha, mi a reggeli? Pehely. Picit bővebben milyen pehely? Nyugtass meg, hogy nem hópehely, mert akkor nagyon éhesen. Akkor nagyon éhesen mész az iskolába. Sárikám, beszélni fogsz azért nekünk egy kicsit, jó? Mert azért kell, tehát, hogy ebben a játékban azért kell beszélni. Ki van ott melletted, vagy ki nevezett be a játékra? Anya. Uh-huh. De te is akartad, vagy csak anya? Én is szerettem volna. Jó, te is szerettem volna. És kit akarsz agyoncsapni, kit akarsz megsemmisíteni, kit akarsz kicsinálni? Jani. Jaj. Mit akarsz vele csinálni, mondd el. Hát tudja, hogy... Tessék. Mit akarsz vele csinálni? Meg szeretném verni. Felzabálsz a pehely mellé. Van tesó, Csári? Nincs. Nincsen. Akarsz egyet? Na, majd meglátjuk akkor, hogy játszol. Mehetünk? Mehetünk. Hol vagy most egyébként? A lakásban, vagy már az autóban? Gondolom, még otthon nincs. A lakásban. Lakásban. Anyukád, apukád mit csinál? Merre vannak? Néznek engem. Kicsit család nyomasztó ez, hogy ízül a két szülő. Igen, mondom. Most meg tudod csinálni. Igen, ne mondjál nemet, igen, nemet feketén. Igen, úgy egy picit nehéz. Na jól van. Írd ki a töpszlét. Sári, megnézzük, hogy mire mész. Jó, Janival mehetünk? Itt vagy? Itt. Készülj, na figyelj, 3-2-1-es tessék. Sári, minden reggel pehelyt reggelizel? Általában. Uh-huh. És mivel eszed?
kakaóval, joghurttal, ilyesmivel? Tejjel. Tejjel. Szereted a tejjel? Nagyon. Milyen színű? Világos. Világos, világos. Zsírszegény, zsírosabbat szeretsz, milyen? Laktózmentes esetleg? Laktózmentes. Tudod, mi ez a laktóz? Tudom. Tejcukor, ugye? Az. Hát, úristen. Menjél előre, ja, most már menjél. Ma mész iskolába? Ma. Szeretsz iskolába járni? Kedvesse. Van kedvenc tantárgyad? Szereted a magyar? Szereted a matekot? Mit szeret? Szeressél már valamit? Testnevelés. Szereted a testnevelést? Rajz. Ó, rajz a kedvenced? Az is. Aja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 j
mentél, szúrtál, vittél, oldalról támadtál, mentél. Minden megpróbáltam. De ügyes volt, jó volt. Igen. 7 éves gyerektől kikapni. Ki csinált egy 7 éves, ne törődj vele. Ja, mindegy, nem érdekes. Csárikám, enyhén voltál, csak egészen kicsit passzív, de hát ezt betudjuk a korodnak. Meg annak, hogy picit nyilván megilletődtél, hogy itt adásba kerültél. Jelen pillanatban így tartózkodsz még a vonalban? Csak az öröm könnyen. Itt vagyok. Itt vagy, jó, jó van, kapsz egy tapsot. Kapsz egy tapsot, ügyes vagy. Jó? Anyujék büszkék? Mosolyognak? Veregetik egymást? Ölelgetik egymást? Mosolyognak. Igen, jól van. Add anyukádat egy kicsit, hadd beszéljünk vele. Jól van. Sziasztok, Hello. Hello. Te nevezted be a lányodat? Igen, de hiszitek vagy nem, ő könyörgött hetek óta, hogy játszunk. Amióta hallgatja a műsorokat, azóta folyamatosan szedni, hogy ő is játszana, és mindig válaszol, hogy mit mondott volna akkor, hogyha ő lett volna játékos, autóban mindig ezt kér. Mit mondott az volna? Elmúlt egy perc után ez kicsit nehéz elhinni, de hiszem. Hát, tudom, de azért 7 évesen gondoljátok bele, hogy... Hát nyilván, persze, nagyon jó. Előtt másodjára küldtünk SMS-t, nem gondoltuk, azt hittük, hogy na, lehet, hogy egy év múlva talán ránk kerül a sor, nem gondoltuk, hogy ez így sikerülni fog, és azért valamennyire még lehet, hogy picit felkészületlen vagyunk, de játszani szoktunk nagyon sokat. Figyelj, egy 7 éves agyon vert a Janit, egész héten ezt fogja tőlem hallani, úgyhogy tudod. Pedig ne akart kérdezni, annyi mindent állatokról, arról, hogy éppen ma lőtjek a foga, és vagy a Janinak mennyi van, tehát csomó dolgot beszéltünk, de ezt most nálam sok. Itt ül velem szemben, minden reggel látom mosolyogni, egyre kevesebb, úgyhogy nagyobb itt is. De köszönjük a lehetőséget, örülünk, hogy játszhattunk. Hát igazán nincs mit. Küldjük nektek az ajándékcsomagot, akkor jó köszönjük lesz benne egy csomó szépen. Minden bögre, egérrel áttét, nyakba akasztó. Jó, de mi már nyertünk, hát, jó volt játszani, köszönjük. Tibágyi már nyertetek. Nagyon szívesen, Sári, nagyon cuki és nagyon értelmes kislány. Ezt én is így gondolom, köszönöm. De meglepődtünk volna, hogyha igen, ezek az ellenkezői ne, Jani, nem mondj ilyet a gyerekemre. Legközelebb én is játszok veletek, megpróbálom. Jó, hát te talán egy kicsit többet beszélsz, de akkor téged elkapunk. Jó van, köszi a játékot, ciao. Köszönjük, szia. Hello, hello. Kicsi, hát egy 7 éves elképesztő. Hát ezt te vissza behallod. Öcsém, hát milyen vagy kicsi, hát egy 7 éves. Ezt te nyomj. Jött egy 7 éves, egy kis Sári, akkor játék. Annyira várom már, legyen már, jöjjön már 6 éves, aki fingatja Balázs. És ugye azért lett kitalálva a dolog, hogy hétfő kedden gyerekek játszanak, hogy hát a szerzünk egy kis előnyt. Igen, na, igen, na hát tök jó. Igen, finoman magunkat tettük. Szivatóra ezzel, nem? Tehát úgy érzem, hogy ez kicsit... Most ugye. Akkor a másik véglet irányába kell elmennünk. Kedves 80 évesek! Nagyon szeretném, ha jelentkeznétek játékra, igen, és bebizonyítanátok, hogy a kor az nem érdem, csak egy állapot, ugye, úgyhogy tessék nyugodtan jelentkezni. Jó! Nincs ezzel baj. Hihetetlen. Most még nincs. Hogy a felkelő napnak is van ereje. Egy pontocska oda, nincs ezzel baj. Jól van. Ezt egy 7 éves csal, öcsém. 3 perc van pontosan, 7 óra jönnek a hírek, várunk közlekedési híreket, mi pedig jövünk a hírek után. Gabriel a Círmi után, itt vagyunk mi is, 7 óra után 7 perccel. Hát ez jó, már... Jó, kis lendületes, nagyon jó, erre szeretnék. Gabriel a Círmi. Nagyon jó. Nézd meg, a nap is kicsit kivilágosodott, süt a nap olyan jó dal. Mindenki kezdte valahogy. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 7 óra múlt pontosan 8 perccel, már csak 6 nap is itt a Mikulás, nem úgy mondja? Picit. Hát ez nagy, már csak 6 nap is elmehetünk szavazni, nem úgy mondja, már csak 6 nap is itt a nyúl. Már csak 6-ot kell aludni, és mehetünk szavazni. Már csak 6-ot kell aludni, és jön a Mikulás,
6-ot kell aludni, és jön a Jézuska. Nem tudtam, hogy ez, ez ilyen nagy ünnep. Baleset az M0-as Csömöri lehajtójánál az M3-as felé. Street Hunter küldte ezt nekünk. Köszönjük szépen. Aztán mérnek a 4-esen Püspök Ladánynál a Pest felé haladókat mérik. Ennyi. Nincs túl sok közlekedés ma reggel. Miért nincsen több közlekedés? Szerintem mondjátok meg nekem, miért nincs több közlekedés? Mert nincsen gond, nincsen probléma. Minden rendben van ma reggel? Nincsenek balesetek, hála a jó Istenek. Köszönjük szépen. Baleset az M3-as Csömöri lehajtójánál az M3-as felé. Ja, de hogy ezt már az előbb mondtam. Trafi az M7-es 145-ös kilométerénél, ez Zoli küldte nekünk. Baleset az M0-as 63-as kilométerénél, az M3-as felé vezető oldalon, Kistarcsa felső felüli oldalán. 84-esen Kópház előtt csodás fotózás, a Nagycenk felül érkezőket mérik, szép napot mindenkinek. Dodó küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. De jó hely. Minden jó hely. Ne tegyünk kivételt. Bárhonnan írnak, az nem jó hely. Csömör nem jó hely. Kistarcsa nem jó hely. Nagytarcsa nem jó hely. Csak Nagycenk jó hely. Minden jó hely. Trafi a 145-ös kilométernél nem jó hely. Az M7-esen? Nagyon jó. Csak... tudom, hogy nincs mindenhol Széchenyi kastély múmiával. Há, most ma van az utolsó diákmelós napom a NAV-nál. Tudsz helyezkedni. Diákmeló a NAV-nál? Igen. Hát hol tartanak, hogy gyerekmelót alkalmaz már ő is, nem? Ugye? gyerekek dolgoznak. És vajon mi a diákmeló a NAV-nál? Neki kell álcázottan beülni valahova? Mit tudom, egy presszóba, vagy egy kávézóba megnézni, hogy adnak-e számlát? Egy idősebb tapasztaltabb kollégával? Tessék? Együtt átszázzák magukon. Bajusz. Bajusz. De lány vagyok, és 17. Szerintem nem lehet alkalmazni ilyenre. Hát illetve attól függ, ha egyetemista, akkor már igen, de 18 alatt nem lehetsz ilyen felderítő, navos felderítő. És kik közgázosok mennek, vagy kik mennek? Hát vagy nyilván. Nem könyvelési... Igen, megkérdezzük. Jó. Rácsörgünk? Könyvelési trükkök, tippek. Aha. Hol vannak a kiskapuk. Valamilyen izék, ilyen biztos van egy pénzügyi számviteli iskolában. Kikerül, csak mit csinál? Igen. Hallottad, milyen gyorsan kicsöngött? Mint gyorsabb vonalunk, ha persze. Nem a miék a övéké. Hello Balázs, Jani Feri, hello Morning Show. Jó reggelt. Hello, te írtad nekünk? Igen, én vagyok. Igen, még ugye fekete-fehér igen nemre írtál. Hello István, azt mondtad, bocsánat. Nem, mondd el a nevét. Na. Igen, mi az, hogy utolsó diákmeló a NAV-nál? Mit csinálsz? Az emberek ugye szépen megírják a személyi jövedelemadó bevallásukat. Igen. Elpostázzák, mi pedig ezeket számítógépes... Számítógépen rögzítjük. Adatrögzítő. Igen. De jó. És hogy mikor jött be, meg mikor futott be, meg ki küldte, meg hogy mindent föl kell vinni gépre? Pontosan az összeget, a minden adatot, amit ugye... De akkor te titkos adatokhoz jutsz hozzá. Kellett ilyen nyilatkozatot aláírni, hogy soha senkiről nem beszélsz? Igen, volt egy oktatás, ahol alá kellett írni egy papírt, amiben ugye rögzítették a szabályokat. Aha. És ezen a pályán szeretnél majd később érvényesülni? Dehogy is. Ja, azt hittem, most felhívok, és akkor itt építjük a jövőre nézve a kapcsolatainkat, de hát akkor ennek igazából. Janiért már láttad befutni? Mert láthattad. Ő már decemberben föladja a 2016-osat, hogy ne legyen csúszás. Már vissza is küldték a hibalistával. Igen. Kedves Jani, egyelőre még egy kicsit túl korai, még nem írunk 2020-at. Befutott már, láttad? Lerögzítetted? Nagyon örülnék, hogyha zsarolhatnálak titeket ilyesmi információkkal, de sajnos nem. Én Bácsiskun megyében vagyok, és csak Jani ott is felad egyet. Igen, Jani az összes megyét körbeutaz, és mindenhol felad egyet a biztonság kedvéért, úgyhogy előbb-utóbb látni fogod. Engem ne cseszegessen senki. Figyelj, és most, hogy vége, mit csinálsz? Megöleled a navos dolgozókat, fájdalmas búcsút veszel tőlük, és? Arra gondoltam, hogy az utolsó munkanapomon felveszek egy szürke inget, egy szürke öltönyt, és valóban beöltözök navosnak, és azt ugye. Miért ők szürke öltönyben és szürke inge járnak? Nem, hát ők láttam ilyen arcokat, nagyon viccesek. Igen? Persze, ilyen pilóta szemüvegszerű, optikai szemüveg, különfajnak tűnnek. De miért nem lesz nagyobb? Miért nem lesz nagyobb parti? Például kint az automatánál a folyosón. Egy ilyen István búcsúztató buli. Egy brazil kapucsinó valakinek? Ez az utolsó napom. Minek tanulsz egyébként, vagy mi lesz belőled? Mit csinálsz? Gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnöknek tanulok, de lehet, hogy pályát módosítok, mert jobban érdekel a pszichológia. A kutya kozmetik. A pszichológia, és akkor elmész pszichológiát tanulni.
Na jó van. Csókoltatjuk a navos kollégákat, jó? Add át üdvözletünket mindenkinek. Jó. És örülünk akkor, hogy ilyen lelkes munkaerőben. De szájra, nem arcra. Köszi, hogy írtál. Ciao. Sziasztok. Hello. Na, de jó, diák munka, úristen, de jó volt, én imádtam. Hát minden. Nekünk, de mi volt nekünk, kukoricafosztás, meg ilyen, hát meg igen. Nem ám adatrögzítés a NAV-nál, a jó kis légkondis, vagy fosztogatás, prédálkatás. Ugye, az volt. Hát nekünk volt minden. De mondjuk elsősorban ugye tejüzemekben, édesipari üzemekben dolgoztunk, de jók voltak azok azért. Na, ha már tejüzem, egy érdekes hírt láttam, és te el tudod mondani, hogy ez reális, vagy nem reális. Szibériába szeretnélek benneteket. Van ilyen. Kutyafáj, de jó. Szibériában az Omszki sajtgyárban botrányos fotók terjedtek el, és nem tudom, hogy igaz-e vagy nem, minden esetre nyomoznak, ugyanis az látszik, hogy az üzemben készülő sajt különlegessége... Hemperegnek mesztelül a savóba? Hát tulajdonképpen nem jársz messze a valóságtól, szálas sajt különlegesség alapanyaga az üzemben készül, és néhány fiatal azt gondolta, hogy jó buli egyébként mesztelenül fürdeni, sajtgyári munkásként. Abban a tejben, ami az Omszki cég üzemében készül. Ők levetkőztek mesztelenre. Jézusom, de primitíve. Az egyikőjük fürdőnadrágban van, hát egyébként, de azt is levette magáról. És hát a fotók azt mondják, hogy a szibériai sajtgyárban így mulatják az időt egyébként az ott dolgozók. Hogy te, amikor ott dolgoztál, be lehetett volna ülni egy kád tejbe, amiből aztán később sajt lesz, hogy tudtál volna lábat mosni például? Hát elviekben igen. Igen? Persze. De volt olyan, hogy kicsit belebuktál egy indián fejessel, azt mondtad, Béla, ezt csináld utána. De amikor reggel bementem 17:30-ra, átfagyott lábakkal télen, kicsit többször előfordult. Hogy a 38 fokos tejben. A frissen beoltott joghurt kultúrában mindig beáztattam a láma. Dehogy is nem. Hát az az ember, aki ennek a töredéket csinálta volna, de tényleg, nálunk azon a lapátra, hogy soha többet egyetlen tejüzemnek a környékére sem mehetett volna. Ez felháborodott hangvételű fogyasztók írtak ebben. Nyomozás indult, és a hülyék elmondták, hogy ők hol dolgoznak. Ugye a képen az látszik, hogy négy fiatal teljesen mesztelenül, már látszik, hogy teljes fejjel, vizesen, vagy teljesen, ugye bent fürdenek egy ilyen több száz, egy ilyen több száz literes kádban. Mert én nem akarok olyan szálas sajtot enni, érted, amivel előtte megfürödtek orosz fiatalok. De honnan tudod, lehet, hogy ez a szálas sajtnak, az orosz szálas sajtnak, ez az elkészítési módja. Aha, ettől igen. Indul be, hogy az orosz gumicsizmás lába. Kellemes savankás íz. Hát most miért nem? Hát miért? A szőlőt is úgy tapostunk ki lábban régen. Várjál, nyilatkozott az üzem vezetője, aki azt írja, egyelőre nem zárhatjuk ki, hogy egyszerű provokáció történt. Tehát, hogy a gyárban dolgozó fiatalok eljátszották csak, hogy ők abban a gyárban dolgoznak, de ez egy másik gyárban történt, csak kiírták, hogy abban a gyárban történt. Aha. Tehát megpróbálnak finoman kijönni belőle, megígérte, hogy a vizsgálat eredményeiről azonnal beszámolnak majd a sajtónak. Tehát ha ebből tej készült, akkor ez jelen pillanatban kint van a polcokon? Ezt már isszák. Hogy ebből már sajt van? Hát ebből... Vagy ebből már sajt, igen. Igen, és egy picit korábban érett, mint ahogy egyébként szokott. Hát de figyelj, egyébként, oké, ha nálad azt mondta, hogy kilúgások lettek volna, ha kiderül, de ha te ott bemászol egy ilyen hordóba, megfürdesz, kijössz, és nem mondja el senki, hát nincs bekamerázva egy ilyen hely, tehát elvileg meg tudod csinálni, ha nem köp a kolléga, nem? Vagy amikor túrót kevertetek be, vagy sajtot csináltatok, ha azt nem látja senki, elvileg tudtál volna ilyet csinálni, csak nem akartál, hát persze, nem? Hát persze, nekünk eszünkbe se jutott ilyesmi, meg azért ott egy picit feszesebb a tempó. Jó, most nyilván nem jut eszembe, nekem se jutna eszembe, de elvileg meg tudod csinálni. Mert elvileg? Persze, gyakorlatilag minden élelmiszeripari üzemben legyen szó, mit tudom én, akár sütőipariról, édesipariról, vagy tejiparról, tök mindegyik helyen ezt meg lehetne csinálni. De mibe tudsz belemászni? Mibe tud a túróba, bele tudsz mászni? Vagy a tejbe, amiből sajt lesz? Ha például a tejfölfőző üstökbe másztam volna be, akkor nem tudtam volna kimászni, mert azok rohadt sűjjesztettek. Azokat így összepréselik, vagy így keverik egy ilyen nagy keverővel? Azok gyakorlatilag az történik, hogy vajból állítják vissza a tejfölt, és akkor tejet adnak hozzá, és akkor ezt melegítik egy hatalmas ilyen földbe sűjjesztett üstökben, amiben van egy még nagyobb kever, hát hogy az átmérőnek megfelelő keverő lapát így körbe-körbe mozog. De ha felkapaszkodsz a lapátra, akkor ringlis pill. Az vagány. Igen, csak ne jön arra valaki, és csukja rám a tetejét, a búgónyírásra. Ebben úgy sincs senki, csukhatjátok, te meg ott vagy a kis lapát. Lehetett volna. Tehát, de mit tudom én például tejgyárban dolgozni, és én ezt meg akarnám csinálni, levetközök mesztelenre, és azt mondom, Jani,
puha vagy, ha nem csinálod utána. Laugassuk bele, gyere. Nem, és felállok a szélére, és azt mondom, Jani, indián fejes. Hátra teszem a kezem, és indián fejes, be tudok ugrani. Van olyan, amiben... Van akkor a tejkád. Igen, van olyan, amiben ezt meg tudtad volna csinálni, de az például, hogy mit tudom, minden reggel kezed mosál az előtét tartályban zubogó tejben, az persze, az bármikor. Azt minden tovább. Jó, de hat után úgyis ott bent tudsz maradni, lezár a gyár, hatkor elbújtok a haverral, a tejkészítésnél 38 fokos, vagy a sajtkészítésnél 38 fokos a tej. Igen. Ott van az első oltás, hát az... Azért az egy jó medence, hallod? Nem? Azt én beoltom. De szerintem, akkor azt én be tudom oltani. De szerintem te ennél sokkal ingyencebb lettél volna. Te egy igazi igényes olyan ember, aki azt gondolom, hogy nem adja lejjebb egy kis izocukorban fürdés. Mert hogy ezt például megtalál. Az micsoda? Hát gyakorlatilag folyékony cukorban fürödhettél volna, akár. Oda is be tudok ugrani? Volna. Igen? Persze. Ilyen kis ilyen ragadós, csúszós hát massza. Az egész gyakorlatilag úgy képzeld el. Az egészet, hogy folyékony cukorról van, ilyen kicsit ilyen opálosabb színű, de gyakorlatilag egy ilyen szörp, szirup jellegű anyag. De ez olyan folyékony, mint mit mondom, a Felipe massza? Tehát olyan? Hát, nem, annál sokkal híg. Vagy annál egy kicsit hígabb massza. Sokkal hígabb massza. Jó, végezzünk akkor egy röpke közvéleménykutatást. Tessék, nézzük meg azt, hogy hallgatóink közül ki van olyan munkafázisban, vagy ki csinál olyat bárhol, az élet bármely területén, ahol elvileg tudna ártani. Jó? Vagy nem is tudna ártani, hanem ki tudna szúrni a fogyasztóval, ki tudna szúrni a vásárlóval. Milyen olyan üzemben dolgozik, gyárban dolgozik, vagy bárhol, ahol effektíve valami olyat állítanak elő, ahol elvileg tud ártani, ha akar. Jó? Aha. Nézzük meg, hogy mennyire vagyunk mi teljesen hétköznapi fogyasztók, kiszolgáltatottak. Tehát azok az emberek, akik bennünket hallgatnak, elmennek, megvesznek egy túrórudit, megvesznek egy joghurtot, felvesznek egy ruhát, mit tudom, egy zoknit, mit tudnak még venni, megvesznek egy gyümölcslevet például. Tehát hány helyen megvesznek egy kenyeret, szárazárú tésztát, mit lehetne beletenni, ki mit tud csinálni? Csak nézzük meg, hogy mennyire sebezhető ez a rendszer. Jó? Mindenki írjon. Minél nagyobb egyébként egy üzem, minél inkább a tömeggyártásra vannak, vagy tömegtermék előállításra vannak beállva, annál nehezebb ilyen dolgokat csinálni, mert ott egyre inkább zártak a rendszerek. Minél kisebb, minél inkább ilyen kézműves jellegű tevékenység folyik az üzemben, annál könnyebb. Ugye egy sütőipari üzemben gyakorlatilag bármit belegyúlhatsz abba a kakaós krumszámba. Na erre gondolok, hogy egyrészt ki mit csinált már? Tehát kirejtette a titkos meglepetés túrós táskába, vagy kakaós csigába, most nem konkrétan szó szerint értem ezeket a dolgokat, de ugye hát különböző péküzemekben is, illetve ki mit csinálhatna, ha éppen ott mondjuk nem lenne kontroll, és ami eszébe se jut egy ártatlan vásárolónak, hogy a 4 tojásos tésztából csak 3 tojás, mert a negyedik az valami egészen más. Cukrászüzemek, és nem csak ahol élelmiszert állítanak elő, hát de leginkább mondjuk ez az érzékeny műfaj. Kiváltoztatta a Mignon szerencse sütivé. Azzal, hogy belehelyezett valami. Illetve a képhez hasonlóan ki milyen mókát követett már el. Jó? Tehát akkor két részre bontjuk a témát. Nyilván azok, akik mondjuk pékkőségnél dolgoznak, cukrászüzemben dolgoznak, tejgyárban dolgoznak, kenyérgyárban dolgoznak, lehet, hogy megmártóztak már valami olyan összetevőben, ami egyébként azóta se derült ki. Tehát és a fogyasztó nem biztos, hogy örülne neki. Írja nekünk egy hallgató, ezek a Cserpes Laura fürdene a tejben, akkor vennétek. Hát mi? Igen. Mit jönne? És képet is, meg a termék. Meg nem tudom, mellé a medencét. Nem tudom, az apukája mit szólna, ki jönne egy ilyen kép, de minden esetre igen. Hány ilyen gyár van? Például csokoládégyár. Fú, rengeteg. Most nem... Élelmiszer leginkább. Azért élelmiszer leginkább, ugye? Rajta, hogy mi jártunk Békés Csabára többek között egy ilyen erős áramú üzembe gyakorlatra. Hát ott nagyon nem tud, most átkötsz két kábelt, és akkor rossz lesz az elosztó, amit ott nem, hogy elég. Belevezeted a kilincsbe. Az vicces. Igen, tényleg most arra gondolok, hogy olyan hallgatók írjanak nekünk, akik hasonlóan ehhez az Omszki történethez, ugye, hát tulajdonképpen, ha akarnának, akkor tudnának ártani. Nyilván ezek nagyon komoly higiéniai feltételek alapján készülnek, de hát azért vannak lekvárüzemek, vannak sajtüzemek, vannak gyümölcskészítő üzemek, ott azért előfordul egy-egy rés a pajzson, ahova mondjuk oda lehet érni. Főleg mondjuk azért szakmailag milyen a kép? Hát a szakmailag próbálom meg így gorcsó alá venni, most a keverőlapátokat azért eltávolították, lehet látni egyébként itt ennek a keverőlapátnak a felső részét, azt azért kivették belőle, és szerintem ez egy elég lepattant kis tejüzemecske lehet. Gyakorlatilag a rakadafal mögöttük.
egy ilyen szép széles csík van. Tehát, hogy azért lehet, hogy itt még használt is. Igen. A képen az a szép egyébként, hogy az egyik a fürdőnadrágjával ül bent, és fölemeli a fürdőnadrágját, mint valami erekét, mutatva tulajdonképpen, hogy ők tök mesztelenek. Na most gondold, egy ilyen fürdőnadrágból miázik ki, nem? Meg úgy egyáltalán. Most tehát látnád ennek a gyárnak a terméket a polcodon, és így ott lenne egy hűtős a hűtőben egy doboz tej, és tudnád, hogy ebben a gyárban készült, hát nem biztos, hogy meg akarnád inni. Nincs baj ezzel, hogy négy valószínűleg nagyon izzadságszagú fiatal kicsit ázott a tejben, persze. Hát ez egyébként egyáltalán nem baj. De... Ha ittak is, akkor bele is pisiltek. Igen, de jó belegondol. Igen. Jönnek már az SMS-ek egyébként, hallgatóinkat tudom, hogy nem kellett félteni, tehát ez a téma nagyon-nagyon népszerű lesz. Hogy ki mit csináltat volna, jégkrémgyárból írnak már, Békés Csabai koncertgyárból. Azaz, vártam nagyon. Pékségben dolgozó hallgatók írnak SMS-eket, úgyhogy jönnek szépen az SMS-ek. Békés Csabai koncertgyárban paradicsom szezonban, a paradicsom válogatásánál nem mindenki meri megfogni a pótkocsiról a szalagra érkező paradicsomot közötti békákat. És az akkor be. És abból paradicsom püré. De ez már nagyon régen volt. Most már ilyen nincs. Most már gép válogatja a béket. Nem, hallottam, hogy a Békés Csabai koncerten beruházott békaröngelre. És akkor megy a paradicsom, és elkezd pirosan villogni egy lámpa, mert kiszúrja, hogy ez béka. Tehát az hogy kell elképzelni, hogy jön összeszedik a paradicsomot, és ott... Hát akkor végeletlenül ugye a gép, mondjuk a gépi szedés, akkor fölkapja a kis brekókat is, akik ott kapaszkodnak a paradicsom szárába, és ezt valaki nem meri kivenni, fél tőle, az akkor megy bele a lébe. De hát van már ilyen gép, amit a Jani mond, ami kiválogat. A béka, van, a béka rövén. Ez régen volt. Ez már régen most volt. Már nincs. Nem van valami ismerősöd? Nem. Hát nem, csak szereti a Békés Csabai konzervgyárt, azt paradicsom levét. Hát azt én is. Hát, és mondom, akar még inni. 100 milliót költöttek békaröngelre. Na, ugye? Itt van egy hallgatónk, Laci, halló. Hello, sziasztok. Hello, Laci. Laci, te mit csináltál? Hát nem én, egy barátom. Adásképes a dolog? Adásképes? Persze, abszolút. Igen? Igen, 15. kedvet, Jani a kismerős, hát a Ságvári Endre iskolába járt egy nagyon jó barátom, és őket a 90-es évek legelején, mert talán még 89 körül vitték őket csoki gyárba így csomagolni, ilyen diák munkára. És cukorkát csomagoltak ott, valamilyen savanyú cukorkát, és ők is így poénból beraktak egy gumiószert, hát akkoriban ez nagy szám volt a fiatalok körébe, egy gumiószert beraktak a cukorkák mellébe, csomagolták. És ezt elmesélte nekem, hogy micsoda kis csintevést tettek, és mennyire pizes, én az Engelsbe jártam, az egy másik iskola szintén a 18. kerületben, és fél évvel később körülbelül egy osztályzásan vásárolta meg ezt az acskó cukorkát, és kibontott, és mutatta, hogy atya úristen, nézzétek, mit találtam, egy gumiószert, és ugye nekem egyből esett, hogy jó Isten, ez az, amit beleraktak fél évvel azelőtt a barátaim. És ezt a csoki papírban találta meg, vagy hol? Hát egy ilyen ömlesztett cukorka volt így az acskóban, és a cukorkák közé volt betéve egy ószer. Igen. De nem használt meg semmit, csak mennyire pici esély arra, hogy fél évvel később ezt egy másik ismerősen összetársan vásárolja meg, szóval ez hihetetlen. Hát ha valahol valakinek nem ugyanez jutott eszébe, tudod, mint kollektív tudat, hogy ugye ez egyszer megszületett, mint ötlet, akkor ez másnak is eszébe jut abban a pillanatban. Nem, ez neked ment, ez volt a palackposta. Igen, lényeg az, hogy célért megtaláltuk, úgyhogy... És legalább fújtál belőle rágót, vagy nem? Semmi? Persze, ki volt függesztve a tábára felfújva, tehát az akkoriban ilyen nagy divat volt. Nem szép dolog ilyet csinálni. Abszolút elítéljük. Köszi, hogy csörögtél, ciao. Okay, hello. Hello. Azt írva ki, ez B-kategóriás paradicsom. Mármint ugye a B-kára, amit találtak a paradicsom között. Igen. Srácok, borászatban dolgozom, gyakorlatilag bármi megtörtént. Oké, de hogy írjátok le konkrétan, hogy ki mit tudna csinálni, vagy ki mit csinált már, ki hogy használta ki a munkaadó által okozott kellemes perceket egy-egy hétvégi fürdésnél, mondjuk az üzemben, vagy valami hasonló. Igen, azért az előfordul, hogy úgymond nemes bosszút áll valaki, az ott ért sérelmekért. Van egy gyönyörű SMS. Csillámtetkókat gyártok. Ha a zacskóba egy lánylékelő lándzsát teszek... A 3 éves kisgyerek ugyanúgy felteszi magára, amikor anyuka nem figyel. Írja Szotyi. Lánylékelő lányzsa. Lánylékelő. Csillámtetkóból. Csillámtetkókat gyártok. Hát jó Isten. A gyerekes szülők fogják be a gyerekek fülét a kocsiban, nyúljanak hátra.
Ilyen SMS nem lesz többet 8 előtt, de ezt be kellett olvasni. Azért az van. Előtte kellett volna szólnom, mondjuk most már hiába fogják. Egy 8 éves bicepszét. Nézd, anya, mit tettem fel? Egy lány lékelő lándzsa van. Hát igen. Hangszóró gyárban a BMW-be szánt hangszórok tömítését a dobozba becsavarozás közben rendszeresen helyettesítette megrágott rágógumival. Na, de működött, akkor nincs az a baj. Igen. Jégkrémgyárban bármit tehettem volna a fagyival. Azóta nem szívesen eszem fagyit, írja egy hallgató. Jó, de hát írd le, hogy milyen készülési folyamat, milyen munkafolyamatban mit lehet csinálni. Azt mondja, hogy pékségbe, kovászba, lisztbe fejelt a kolléga. Tésztába táblakefe, 100 forint, SIM-kártya is esett már. Ha megvan a régi telom, akkor videó is van. Tehát így harapsz rá különböző pékárukban, mondjuk 100 forintosra, vagy most egérfarokra. Hogy esik beled? Igen, azt mondjuk, hogy a telefonból hogy esik ki véletlenül a SIM-kártya. Idióta havarom a Békés Csabai konzervgyárba, már ez is régen történt nyilván. Gények. Nem tudom, van még egy. Rendszeresen az uborka savanyúság levébe mosta az olajos kezét. Mondjuk azt leviszi. Hát ez régen történt ez nyilván. Nagyon régen, ez nagyon régen. Ezek az emberek már nem dolgoznak persze, ott, és a gyártás folyamatok is már azóta sokkal korszerűbbek. Azt tudom, hogy most beruháztak éppen 60 milliót az uborka savanyúság levében mosó gyerekek átvilágítására. Így van, ez még a rendszerváltás előtt történt. Így, hogy ez még 77-ben történt, úgyhogy azóta ez már biztos, hogy nincsen. Igen. Én a 80-as évek közepén látod, és a 80-as évek közepén. Na, jó van. Egy tejüzemben dolgoztam, ott a túroskádban még gyereket is gyártottak, írja. Érted, hogy te, mint fogyasztó, ártatlanul megveszed azért ezeket a dolgokat, és közben eszedbe se jut, hogy egy-egy péksütemény, kenyér, vagy tényleg száraz tészta, vagy bármi, milyen pillanatokban mi történhetett ott az adott üzemben? Nem fő. 8-10 perc van ráírva, de már 20 perce fő, és még mindig kemény. Igen. Nyári munka, pékség, zulliktos kiflit csináltunk, ez ami mosogatós. Igen. 2000-et. Akkoriban mi szállítottunk luxus hotelekbe. Kicsit megfolyt a mosogatószer? Mondjuk az az elég beteg, mert az mérgező. Hát ráadásul. Hát kis cseppenként eszed, hát ott abból egy csepp is elég volt, és tiszta volt az edény. Béltisztítás, teljes körüleg. Elég magas a láza, de van egy jó érem, a torka nagyon tiszta. Na, nézzük akkor még meg, jó, hogy ki mit tud csinálni, milyen üzemben dolgozik, ki mit csinált már, mivel gonoszkodott. Számunkra ártatlan fogyasztók számára, amit ugye mi mit sem sejtve elfogyasztottunk, megettünk vagy megittünk, illetve ki milyen munkafázisban mit csinálhatna még, jó, ugye, kiindulva ebből a kis sajgyári fürdésből, amikor ugye négyen fürödtek egy tejkádban. Fél 8-ban pontosan várjuk az SMS-eket, jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 7 óra 40 perccel, hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk. Hát érdekes SMS-eket kapunk, hogy mi hogy készül. Szóval tényleg döbbenet. Ugye arról beszélgettünk, hogy Szibériában, egy sajtgyárban botrányos fotók kerültek elő, négyen áztatták magukat a tejkádban. És hát az üzem vezetője magyarázkodik, azt mondja, hogy szerinte provokáció, érdekes felvetés, hogy nyilván a négy ugyanolyan hasonló fiatal egy másik sajtgyárban magát, az omszki sajtgyárnak álcázva fürdött a kádban. Minden esetre próbálják kinyomozni, hogy mi történt, és megnyugtatni a felháborodott fogyasztókat. Mi pedig ugye arról beszélgettünk itt, hogy ugye mi hogy készül, ki milyen gyártási fázisban van a hallgatóink közül, hát van kb. 1,5-2 millió hallgatónk, azok közül azért sokan gyártanak éppen valamit, és hogyha akarna, akkor mit tehetne bele egy-egy tésztába, uborkába, kenyérbe, mitnek az összetételét tudná egy kicsit megváltoztatni. Hát érdekes SMS-ek jönnek. Mondjuk visszatérve még egy picit erre az Omszki cégre, én azért megpróbáltam még elemezgetni ezt a képet, és arra következtetésre jutottam, hogy ugye a méretekből, meg a körülményekből kifolyólag szerintem lehet, hogy ez egy családi vállalkozás, és gyakorlatilag itt a tula is benne van, bennül itt a kádba, tehát simán lehet, hogy itt gyakorlatilag az üzemnek az összes dolgozói éppen ott héderebben a kádban, és középen a legmosolygosabb az maga a tulajdonos. Igen, de ez javít valamit? Ez ügyön, csak kérdezem. Egyébként csak jelezném, hogy mennyire komoly lehet az a cég, akinek az a neve, hogy a sajt. Tehát, hogy egy olyan sajtgyártó cégről van szó, aminek az a neve, hogy a sajt. A sajt, igen. Honvédség, feltették a teavizet 300-as kondérba, amikor a víz langyos lett, az öreg szakás szépen megfürdött. Ha persze. Benne, mikor már túl meleg lett a víz, kikászálódott belőle, és megcsinálta a teát. Ilyen forralás, az fertőtlenül. Van ez így. Igen.
És egyébként ezekben a honvédségi teákban, meg kávékban az előfordult, hogy volt egy kis fehérje, és abból az egyszerű okból kifolyólag, hogy például ezek a cikória tömbök, ezek ugye már gyakorlatilag össze voltak állva hatalmas kőkemények kis tömböcskéké, és elég nagy mennyiség volt belőlük felhalmozva, és hát némelyikben azért laktak kisebb-nagyobb rákcsáló családok, amiknek a kizavarásával, a kilakoltatásával, evakuálásával a konyások nem nagyon foglalkoztak. Tulajdonképpen örültél is, mert ugye extra tartalommal tartalott a teát, hát legalább van benne valami. Hallgatlak titeket, és rájöttem, hogy soha többé nem eszem semmit. Egyébként igazad van. Pizzériában dolgoztam, feltétek előtt sűrűn végignyaltuk a tésztát, hogy jobban illeszkedjen rá a sonka és a gomba. Beteg állat. Azóta az a hely megszűnt, egyébként Pécsen volt, írja nekünk egy hallgató. Középiskolában a szakácstanulók által készített ételt adták a menzán, anya csavar, légy, rágógumi, megszokott dolog volt az ételben, írja nekünk egy hallgató. Illetve itt van valaki a vonalban. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, Viktor vagyok. Hello, Viktor! Na, ti mit csináltatok? Hát, rólam annyit érdemes tudni, hogy én Norvégiában dolgozom egy légitársaságnál, szabados légitársaságnál, ami Magyarországon is létezik. De én Norvégiában dolgozom, és egyik olasz kollégámmal csináltuk a rendszeres megszokott szervizt, és volt egy utas kért mondjuk egy szendvicset, egy ásványvizet és egy kávét. Odaadtam a szendvicset, odaadtam az ásványvizet, a kollégám mindig hátraszaladt a konyha részbe a kávéért. Nem értettem, hogy miért, mert hát a kávé ott van, ugyanúgy ott van a trolin, a forró víz ugyanúgy ott van a trolin, meg lehet csinálni. De hát gondoltam, besegít, és akkor hátra megy a kávéért. Következő utas szintén ugyanez. És ez így eltelt az első, második járat, és azt láttam, hogy a reggel megbontott kávéja már félig van. Tehát csak köszönöm rajta, hogy a fél kilós kávéból hogy hiányozhat a fele, tehát annyit azért nem kávézhat. És hát kiderült a nap végére, hogy úgy gyűjtötte a borravalókat, hogy amit egyszer egy utas megivott kávét, annak a papír poharát ő azt elöblítette, hátrament a konyha részbe, a saját instant kávéjából újra töltötte, és eladta az utasnak 3 euróért. És akkor az utas használt kávét ivott? Hát mégis nem használt kávét, mert a kávé az új volt, csak a pohár volt már, használt meg egyszer. Ugye a kávé is az övé volt, tehát azt nem kellett a légitársaság felé elszámolni, az 3 eurót tisztán keresett. Igen, és hát most megvett egy fél kilós instant kávét kb. 500 forintért, és a végére kijött 150 euróval. És beszálltál a bizniszbe te is, amikor megláttad, hogy mit csinál? Nem, én azért ilyen nem. És azóta a kollégám sincs már a cégnél, úgyhogy nem kellett félni, hogy esetleg hasonló probléma érheti az utasokat. Igen, annyira meggazdagodott, hogy megvette a saját fapados légitársaságot üzemelte. Igen, részvényes lett konkrétan. Igen, amúgy nagyon leleményes volt a kollega, úgyhogy tehát egy olasz embert úgy gondolom, hogy ez szerintem el is várható. Hát kávét se iszom többen, gyereke. Fapadosan. Attila, köszi, hogy elmondtad, illetve Viktor bocsánat, igen. Köszi, ciao, hello. Hello. Attila, a másik hallgatónk, aki már itt is van. Hello, Attila, jó reggelt! Jó reggelt, fiúk! Ó, micsoda lendület! Ho! Igen, 5 órai keléssel, igen, lendületben. Te mit csináltál a konzervgyárban? Hát a konzervgyárhoz van egy történetem, úgyhogy akkor ismételten együnk konzervet. Ez kicsit régebben történt, de egy még létező konzervgyárban lecsó konzervet kellett gyártani, ami csak és kizárólag exportra készült. Tehát ez ugye kijutott az országból, és hát a töltő tömeg elérése volt a legfőbb cél, ezt nekünk oktatták, hogy mindenféleképpen egy ilyen mérlegrendszeren bonyolultan átszaladt ez a gyártósor, és minden egyes konzervnek ugye meg kellett lenni a töltő tömegének, különben utána egy automata úgy kiválogatta, vagy kidobta, és kiselejtezte. Hát addig, amíg megvoltak az alapanyagok, mert mindenki időben felkelt, mert megcsinált, addig rendben volt. Amikor nem, vagy éppen a paprika kicsit punyattabb volt, meg már elviselhetetlen, akkor kreatívan kellett pótolni a konzervnek a súlyát. És akkor bizony a gumitömítések és a konzervfedők voltak középen a konzervbe, de és a külső részen, ahol ugye paprikának kellett lennie, meg ugye néhány helyen látszódott, és ez egy nagymértű konzerv volt, ezt körbeépítettük paprikával. Meg néha uborka is került bele, és az egészet egy ilyen nagyon szép piros paradicsom pürével, amit nem részleteznék, hogy szintén hogyan és hol készült. Azzal ugye megvolt a töltős, és akkor nagyon kreatívan megoldottuk az alapanyag hiányt, ameddig ez nem kellett pótlásra. De ezt kiadták nektek, hogy amíg nincs alapanyag, addig tessék valamivel pótolni, nehezíteni a konzerven, vagy ez egy ilyen dolgozói kreativitás volt? Hát ott az úgy, hogy is mondjam, az ott dolgozók is, mert mi akkor diákként voltunk ott, ezt tudták, és tudtuk, hogy ez tökéletesen működött. Tehát megdicsérték a kreativitásunkat, hogy az exportra készülő konzervet, ugye az aznapi gyártást, meg a volument megmentettük ezzel az ötlettel.
És aztán utána bevezetésre került abban az időszakban, amikor mi ott voltunk, akkor gyakran alkalmaztuk, hogy amikor nagyon rossz volt a paprika, meg éppen nem jött fel egy ilyen automata adagoló gépsorszerűségen, akkor bizony a meglevő uborkásoktól kértünk egy kis uborkát, ami mellettünk készült. Az még a jobbik változat, mint a gumitömítés. Annak örülnék. Igen, amikor ráharapsz egy gumitömítésre, akkor azért elgondolkozol. Hmm. Hogy... volt abban még más is egyébként, tehát most ugye nem részletezem, hogy szerintem enélkül is eléggé gázos volt az a lecsó konzerv, azóta semmiféle olyan konzervet, ami meg uborka, vagy bármilyen dolog van, és nem házi, azt egyáltalán nem vagyok hajlandó megvenni, mert mindig eszembe jut az, hogy ebbe vajon mi van benne. Nyilván a most már azért ezek ellenőrzöttebb körülmények igen. között zajlanak, mint meg a 80-as években. Most, hogy reméljük, bár az előttem elhangzottak alapján, én is azt gondolom, hogy lassan nem kéne enni semmit. Meg hát nem kell mitől tartalat, hiszen már nem a konzervgyárban dolgozol. Igen, nem, igen, ez csak egy ilyen szezonális munka volt, és ez egy ilyen szánom-bánom jellegű gyónás volt, amit akkor elkövettünk. De nyugtass meg, hogy most nem a gyermekélelmiszer vonalon utazol éppen, vagy bébitápokat csinálsz, tehát hogy valami teljesen másfelé sodort. Nem a kereskedelemben dolgozok, és semmi közöm ehhez, ez csak egy ilyen csíntevés jellegű dolog volt, de hát mondom, a volumen megnyerése volt a lényeg, a gyártás, meg a mennyiség, azt tudtuk hozni a számokat, úgyhogy igazából boldog volt mindenki akkor. Atya Isten, na hát pont ilyen SMS-ekre, meg hallgatókra számítottunk. Köszi, hogy elmondtad, jó munkát neked! Köszönöm, sziasztok! Ciao, Ati, hello! Fú, azért ez mit hát meg hogy mit meg nem eszünk mit tényleg, ugye? Nem. Akár egy csütörtöki rovatba is belefért ez volna tényleg. Jó, mondjuk az uborka a lecsóba még csak-csak belefér, az egy kis ratatúj. Az nem baj, az még egyébként illik is. Viccből egy betonvasdarabot raktunk a kenyérbe, a vicc nem jól sült el, mert elfeledkeztünk róla, és kiment egy boltba. Azóta az ANTS-nél van kiállítva. írja. Az igen. Robi. Hát ilyenkor csak az a kellemetlen, hogy kapja egy kis papír címkét, ugye, a PK-ról, hogy aha. hol készült. Így. Tehát vissza követhető. Igen. Pékségben kb. 5 éves koromban beállítottak 100 kiló kovászba, és megpörgettek. Ez jó kis bevoltás. Igen, egy kicsit megadtam utána. Kovász. Igen. Úristen. Gyógyszergyárban dolgozom, jó a műsor, húba kell, most nem tudom, hogy 1 grammot vagy 1 kilót tettem a keverőbe. Na most már minden, ha benne van. Írja nekünk egy hallgató. Na jó, hát vannak szép dolgok, ugye? Szóval, hogy igen, érdekes dolgokat eszünk és iszunk meg úgy, hogy az ember nem is tudja, hogy mi történik. Na, mondjuk azért egy 20-as anyát azért csak felismerünk, hogyha kiveszed a számból. Ha nem, akkor majd sípol szereptére. A fogad helyéről kiveszed. Igen. Na jó van, Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Halló, jó reggel. Hello, sziasztok, Ági vagyok. Hello, Ági. Jaj, sziasztok. Jaj. Annyira örülök, semmi, nagyon-nagyon örülök, és szép vagyok csúszva teljesen. Igen. Leidegtem, igen. Figyelj, kicsit arrébb tudsz jönni a rádiótól, vagy le tudod halkítani? Elbújok, igen. Bújjál. Így jó? Nem. Nem jó még, akkor mindjárt majd halkítunk rajta. Jó. Mert én jelen pillanatban headseten vagyok, most értem be a munkahelyre. Na. És akkor halkítunk. És ott már a kollégák tudják, hogy játszol? Igen, fú, már mindenki tudja, már mindenkit hívtam gyorsan, aki olyan volt, hogy el tudtam érni, úgyhogy ketten vagyunk, és bízunk benne, hogy megleszünk. És hol játszotok? Gyöngyösen vagyunk. Gyöngyösen. Na. Gyöngyösen. Ma van a szüli napod? Igen, ma van. Igen, 33. Ó, 33, hát szép. Igen. Szép. És nekem már jó napom van, hogy beszélhetek veletek. Nagyon sokszor próbálkoztam, úgyhogy... Megérte el kitartani, úgyhogy teljesen jó. Akármi is lesz a vége. Hogy telt a hétvégén? A hétvégén nagyon jól, tehát jó idő volt, fönt voltunk kékestetőn, a gyerkőcökkel, meg hát az alap dolgok. Mosás, főzés, takarítás azért beugrott, de jó volt, mert kiruccantunk. Na jól van. Jól van, kolléganő mit csinál? Hát itt áll velem szembe, és várjuk a csodát. Föltapadt a rádióra, hogy... Igen, fülelünk nagyon az erre. Szóljatok a többieknek, ha vannak, hogy jöjjenek ők. Hát még elvileg jönnek ketten, de nem biztos, hogy beérnek addig. Nem baj, ha nem várjuk meg őket. Nem? Jól van, nem baj. Megakjunk be egy zenét addig? Én sem kérdeztem komolyan. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyeljetek! Jó, oké. Ó. Gépelnek.
reklamáció a kenyérben talált vasrúd miatt. Jelentést írnak, így is van, ez nem csak egy egyszerű gépelés. Igen, na figyelj, egy nagyon rövid részlet jön a dalból, figyeljetek. Oké. La. Da. Hát ez csak így kérdezgetem. Most nem nagyon hallottuk meg így elsőre, talán nem biztos, hogy jó, ha akkor ennyire... Akkor még egyszer. Ennyire kapkodunk, jó, figyelj. La. Ajajajajajaj. Hát oh. Ez így nem könnyű mondhatni. Nem, ez nem könnyű. Hosszabbat egy picit. Mutassunk hosszabbat? Aha. De akkor az azzal jár, hogy tudod, ki kell vennünk a bögrét. Hát az lesz volna a legjobb, de nem baj. Jó, hát még van egy csomó. Még ebből ki tudod, még egyszer ezt a rövidet kérem. Még egyszer a rövidet? Na, hát ez a rövid egy kicsit hosszabb lesz. Jó. Figyelj. Ajajajajajaj. Ez nem könnyű. Kolléganő? Teljesen kész, K.O. K.O.? Aha. Mit mondott ő? Szólt valamit? Hogy szoftvert frissítünk, igen. Ja, frissítetek. Nincsen. Akkor adjátok a hosszabbat. Jó, adunk egy kicsit hosszabb részletet, jó? Figyelj, kivettük a bögrét. Jó Isten! Úristen, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz, ez nekem sincs. Hát gyerekek, úgy fogjátok szidni magatokat, ha meghalljátok. Újat nem lehet kérni. Hagyjajajaj. Figyelj, megmutatjuk még egyszer, figyelj! Jézus Mária! Jó, még ki tudjuk venni, még mit tudunk kivenni? Ki tudunk még venni valamit? Valami. Jó, még ki... az acskó. Igen, már csak az acskó van benne, kivettük akkor az egér alátétet is, figyelj. Mond, nagyon hosszú részlet lesz. Semmi. Ott van egy dalos kedvű kolléga, ki ő, aki ott énekel? Igen, kolléganő, egy magyar szám, de mi ez? Jó méhangja van. Nem. Valami Judit mondanak, de nem. Bingo! Ki? Judy? Igen, de mi az zenekar neve? Például van egy Judy Dench, nagyon jó színésznő, de gondolom, hogy nem rá gondoltok. Ki a zenekar? De mi a zenekar? Na? Hát ez a kérdés. Jól érzed? Jó az irány. Na megmutatjuk. Groove house. A szacsor megvan. Jó. Iszonyú nehéz volt. Rommá játszották a rádiók annak idején. Rommá. Rommá, igen. És amúgy meg úgy meg is van, de jól van. Nem baj, megvan. Vajon mit csinál most Judy ebben a pillanatban? Most. Most elbe a most. Zabkását főz. Hát figyeljetek, valami kis nyakbalkasztó maradt benne. Jó? Jó, nem baj, az is nagyon jó, meg az élmény már megvolt, úgyhogy na. Ezért köszönet. Jól van, ügyesek jó. Voltatok. Oké, köszönjük szépen. Szevasztok, ciao. Sziasztok. Hello. Hú. Ez leizzadós volt így hát reggel. Ez nem volt egy. De látod, aztán már, hogy hallottad, akkor meg mindenki ismerte. Így van. Na jó van. Ezzel is megvagyunk. Kaptunk egy friss közlekedési hírt, ami még meleg. Baleset történt az M0-áson, az M3-as felé Gyálnál, a 32-es kilométer szelvényben mindkét oldalon elzárták a forgalmat az... mindkét oldalon elzárták a forgalom elől a belső sávot, és emiatt nagy a dugó az M0-ás M3-as felé vezető oldalon Gyálnál. Jó? Jó. Aki értette, így nem túl vidám. Ez nem túl vidám. 4 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. 8 óra múlt 9 perccel jó reggelt kívánom mindenkinek. Látom az egyik kereskedelmi csatornán Gangsta Zoli madridi kalandjai, konkrétan a madridi reptéren futottunk együtt össze. Együtt voltatok? Igen. De ez is milyen? Igen. Akkor ezt meséli most el, biztos. Igen. Remélem megemlít. Fölhangosítom. Ja nem, akár ezt beszél, akkor lealkítom. Zoltán! Hallottam, valaki hangoskodik egy ilyen kínai tésztárusnál, de ilyen nagyon, tudod, és így, amikor így még hátra se nézel, de bever az orgánom. Nem érted! Ne érted, négy tojás, négy tojás, tesó, ne szórakozzál.
oda se kellett nézem, már tudtam, hogy Zoli áll a madridi reptérem. Ülök a repülőn, harmadik sorban, csak megdobnak egy papírkalacsinnal. Ja, na jó, igen, annyira epikus. Hátra se kellett nézni, hogy föltettem a mutatójam, hogy megfegyelmeztem, tudod, hogy a hülye nagyon röhögött, két sorra ült mögöttem, persze nyilván kidobál papírkalacsinnal. Ki más, igen, tehát hogy annyira tipikus, nem? Igen, elment WC-re, nyilván kipróbálta meg elgáncsolni, mikor jött vissza, gyorsan kitettem a lábam, mi nem feltűnő. Kidobál papírkalacsinnal, és kipróbálja másikat elgáncsolni. Nagyon jól szórakoztunk. Egyébként a meccsre ment ő is, de megtudtam, hogy Atletico Madridos, úgyhogy innentől kezdve elhidegültünk egymástól. Végeztél vele. Kicsit beszélgettünk a meccsről, milyen volt, hogy, és akkor elmondta, hogy Atletico Madrid, és akkor két lépés távolságban kerültünk egymástól. Úgyhogy ilyen papírgalacsinat dobálóztunk. Hát sosem késő felnőni. Nem szar, most érted? Hát most ráér még vele az ember szerint. Persze. Na, nagyon sok közlekedési hírünk van, amit drága hallgatóink sokat küldtek nekünk. Úgyhogy beolvasnék ebből egyet-kettőt, nem bánjátok? Ám legyen, parancsolj. Hát te szolgáltas, tájékoztas. Budakeszi út jelenleg tűrhető, de az autóm nem törhető. Óraátállítás unom, írja István. István, abszolút egyetértek vele, gyűlölöm én is. Az M30-ason Budapest felé az 5-ös kilométernél mérnek a rendőrei, Baumi küldte nekünk. 8-as főút, 76-os kilométer munkavégzés folyik a külső sávban, a Veszprém felé vezető oldalon, Könyves Nándi üzente ezt nekünk. Győr, Galantai út befelé jövőket méri, Kismaszat üzeni ezt, M0-as, M3-as felé Kistarcsa után áll, az okát nem tudni üzeni. Barbie és baleset most az M3-as 84-es, 85-ös kilométer szelvényében Budapest felé, ezt IMI 77 küldte nekünk. Eger és Kerecsent között a 6-os és a 7-es kilométer között van egy trafink, üzente Laci, a 0-ason Gyálnál az M5-ös irányában több kilométeres a sor, igen, azt mondtam, hogy ott baleset van, valamint Bécs felé az A2-es torlódik, ezt Lackó küldte nekünk. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen. Ja, nem mi írtuk, te hülye vagyok. De te is írhatnál. Közlekedés itt innen? Igen. A körút. Bringával jöttél? Nem követjük el azt a hibát. Nem, iszonyatosan hideg van. Azért reggel még hideg van. Vasárnap reggel 8-kor vagy 9-kor indultam el. Én még akkor is fáztam. Bringázni, csak akarom mondani, hogy a Lánymenzsi hídra, de ezt mostan többen jelezték is, buszsáv. Most ma reggel vettem észre, hétvégén festették föl, a háromból egyet kilőttünk a világűrbe, úgyhogy kettő van, reméljük, hogy a busz tud majd haladni, mert a kocsisor az nem. És már reggel macera volt hajnalban. Tudjátok, mi gondolkozom? Honnan tudnánk? Vagy várjál csak valami. Vagy ki volt a férfi budiba? Nem. Igen. Nem azon egyébként. Én megmondom. Azt mondja, hogy te voltál? Én. Csak bementem, mert lecserélték a tükröt nagyobbra, és gondoltam, hogy fölavatom. Igen, beleégeted az arcodat. És nem. Mit tapasztaltál? Nem, semmit igazából. Minden semmit. Rendben van? Minden rendben van, de nem ezen dolgozom. De milyen jó, hogy megjavítottam a csapot, nem? Mert azóta is úgy van. Azt nem szoktam használni, úgyhogy nem tudom. Az előle... Hát akkor hol mosol senki? Nem a papicsit. mindig a női zuhanyzót használom, csak elől két kerék, hátul egy kerék, az ciki? Ez a három kerekű? Három. De vannak ezek a három kerekű kis járgányok, elől kettő, hátul egy. Az még teljesen. Tolatót duktuk. Teljesen rágyógyultam. Ez a se nem motor, se nem mit tudom. Hátul a... kettő. Nem. Elől kettő, pont hátul ez, hogy egy. Hogy? Az első kettő igen, az így van. Forduló kerék van. És azok az irányítottak? Azok az irányítottak. Igen. És van fölötted tető is, egy ilyen kis tető? Nem, nincs tető. Van, ahol van tető, van, ahol nincs tető. Ez papás, nagyon? Azaz. 500 köbcentisek, csak mondom. 500 köbcentisek is vannak már. Ciki? Annak van, aki nem, tehát hogy a motorozás a két kerék, azt ő nem érzi. Tehát az autózáshoz hülye, a motorozáshoz béna, és akkor vesz egy ilyen három kerekűt. Igen, te ennél sportosabb vagy azért. Mélyen legbelül. Igen, de mondjuk picit lusta is vagy, tehát hogy valahol a kettő. Egy kerekezni lehet vele? Nem tudom, most csak nem igazán sportos. Nem tudom. Valahogy azt érzem, hogy az menne. Biztos, hogy az első nap ütne el egy Suzuki is. Egy ilyen papper valaki elnézne jobb kezet, tudod, biztos, de úgy, hogy ne legyen végem egyből, csak mit tudom, hogy le kell kapni a jobb lábam, tehát amennyire szerencsés vagyok. Hogy az ilyen, nem tudok motorozni, ezért három kerekű van. Szerintem annyira jól néznek ki. Jól, hát... De mondjuk a korán egy picit állomittasan, hogy ilyen szépen fejezem ki, hogy jössz befelé, akkor lehet, hogy mondjuk jobb.
mint mondjuk egy hagyományos robogó, de nem hiszem, hogy nagyon. Rakjál rá jó nagy peres gumikat. Peres gumikat? Jó nagy peres gumikat. És akkor biztos, hogy nem esel el. Olyan járművel fogsz menni, amit úgy hisznek, hogy tricikli. Figyelj, legyen hát olyan, legyen olyan robogó, mint a Batmannek. De az nem ciki. Na, az nem, azzal nem tudsz elesni. Na jó, de ott mit tudom én, 2.35-ös vagy 2.50-es gumik vannak hátul, tehát úgy egy picit, ez egy picit fura lenne. Nem, csak így látom ezeket a három kerek, és ilyen fiatal palik, meg fiatal csajok ülnek rajta. Micsit ajánlik? Piaggio, egy Piaggio, egy robogó, az jó néz ki. Hát, ezek olyan pindurik. Például Piaggio-ban van valami nagyobb, komolyabb köpcent is. Aha, 250 simán. Igen, az 50 köpcent. De az meg már nem az. De, az robogó. Mi lenne az? Az mi az? Szárnyas hajó, vagy ez mi? Nem, az meg már nem a klasszikus Piaggio. Hát az köpcenti függő, hát lehet kicsi, lehet nagyobb. Hát igen, Veszpából is van 250. Jó, de hogyha a feelinget keresed, vagy az igazit keresed, akkor nem veszel belőle 250-es, mert abból nem volt 250-es. De ahonnan ő bejárod a köl a 250-ben, az 50-nel mire betatjunk. Ha 250-es, akkor meg tök mindegy, hogy miért veszed igazából. Mert hogyha ezt az olasz feelinget keresed, akkor ne vegyél 250-es. De vegyél, mert az kívülről úgy néz ki, ne beszéljünk ilyeneket, mi, akik nem értünk a motorozáshoz, János. Egyikünk se egyébként. Most hárman megvitatunk, amit hülye voltam, én kérdeztem. De mindenki beleteszi azt, ami ezért. Hát kicsit, a Jani kicsit. Tehát összerakunk valamit, ami már ilyen motorozás jellegű. Van neked jogsid motorra? Van! Van? Hát persze, ja, tényleg. Hát hogy ne volna, mondtam. Persze, hogy van, Feri. Nekem mutatta is a motor. Kihajta az asztalon, rákérdeztem, hogy mi az, és akkor mondta, hogy ez jogsi motorra. Na, akkor 250-eset. Milyen jogsi? Ez Bali kérdezte a Jani, mondom. Jani, hát motorjogsi, nézd meg. Hát jön, hogy ne lenne? Tettem. Jó, így már vegyék. 250-eset vegyél. 250 Vespa. Kész. Gyönyörű, egy piros krémszínű. Jézusom. Piros krémszínű. Igen, krémpirossal együtt. Félek tőle, hogy elütnek. Én nem attól félek, hogy én vagyok a hülye, hanem hogy valaki tudod, sminkeli magát a tükörbe, vagy szájánál le, de olasz le, az néz ki jól. Dehogy is. Menő. Dehogy nem. Hondát vegyél. Hogy nézzél már meg egy ilyet. Hallod? Jaj. Érted? Most mit akarsz, motorozni vagy javítatni? Nem kell javítatni, húzzál már ezt. Ne vegyük már elő megint a szánalmas sztereotípiáinkat, gyerekek. Jó, azért nem minden olasz rossz, csak az Alfa. De ne, hogy az se rossz, ezt azért kikérem de magamnak. Most egy 458 Itália nem annyira rossz. Tényleg az enyémet kell mindig szervizbe vinni, csak akarom mondani. Mert én beszámolok róla, mert én mondom. Aha. Mert én bemerem mondani, hogy az enyém szervizben van. Hát persze, nyilvánvaló. De ne törődj vele, Feri. Most ne vedd a szívedbe. Nem, én nem veszem, ti rugóztok rajta. Abszolút, előbb-utóbb lesz egy jó autód. Most kinek? Már megvan, nekem már megvan, tudod? Én vagyok az, aki minden reggel boldogan ül bele. Aki szereti, aki kedveli, aki imádja. Ennyi. Nem na jó, mindegy. Három kerekű, most ezen gondolkozom. Szerintem tök egyéni. Egyéniség van benne. Igen, mondhatni. De picit egy... ez nem olyan sportos. 500 köpcent is. Ne viccelj. De én nem akarok speed motort, nem tudok motorozni. Tehát én nem akarok érni. És azon kis papperosan ott elhajtok vele, nem rossz az. Akkor vegyél három kereket. Na mindegy. Sokat nem értünk nézem el, csak képeket, ezen elgondolkoztam. Tessék? Nézem ezeket a három kerekű képeket. És? Érdekes, ahogy kanyarodik, hogy így az első kép. És fogadnánk rá, hogy mikor ütnek el először. Te mondjuk megtennéd, Jani, hogy egy hónapon belül, egy héten belül, megtenném, hogy három héten, hogy mikor ütnek el először, és megtennénk rá tétjeiket. Illetve milyen színű és milyen típusú autó üt majd el. Tehát, na, ha fogadás van, akkor vegyél. Tessék? Ha fogadás van, akkor vegyél. Nem, hogy mikor ütnek el először? Bírom egy hétig anélkül, hogy előtt. Mikor ütnének el először, szerintetek? Mondom, három héten belül, szerintem. Hát, három héten belül? Aha. Egy Dacia Logan-es? Nem, de szerintem, hogy kikanyarodsz a márka kereskedés. Pont papa, legalább ébren volt, amikor elütött, látta? Fater, Balázs. Próbáljátok, szedjétek le róla, sisakot. Nem megy, rászorul. De nem látná, hogy engem üt el, hát sisakba mennék. Gerincvédővel, nyakig beöltözve, hát nem ja, kockáztatok. Ja, látnak, hogy te vagy már a márkakereskedésben elütnén. Igen. Ha lehetne sisak nélkül motorozni, az, hogy mindenki rám vadászna. Tehát az is szerencsé, hogy kötelező.
kötelező sisakordás van. Tényleg, én azt nem értem, hogy az olyan típusú fejszerkezettel rendelkező embereknek, mint te, miért nem csinálnak egy ilyen, hogy hívják, egy olyan típusú sisakot, amit hátul így beakasztasz, és akkor így visszacsatol. Tudod, hogy visszacsatol, két félből így összerakod, vagy mit tudom én, elől vannak ilyen kis zsanérok, és akkor szépen hátul összehajtott, beakasztott, visszahúzott, és kész, nem? Mint a síbakancsot, amikor igen, két félből lesz egy egész, és egészen visszahajtott. Pontosan úgy. Igen. De még szerinted rám nincs bukós sisak? De van, miért, csak nagyon drága. Szerinted van, hogy kérdezzek vissza? Hát olyan, amelyik szorul, olyan sok van, igen. Én nekem általában úgy kell fölvennem a bukósisakot, hogy fölveszem félig, lehajtom a fejem, és neki szaladok a falnak. És akkor az ütközéstől azzal így a helyére ugrik. Lehajtott fejjel, neki gőzerővel a falnak. De nem úgy, hogy meglődöz benne fél liter étolajat? Hogy csúszom. Rájöttem, hogy az orvosi vazelin sokkal jobban csúszik. Tehát így kikenem, mint egy jó serpenyőt, amikor palacsintát süt a nagyi, kikenem, és azzal ráteszem a fejem, és akkor csak rácsapsz. Viki, maradt még abból a masszázsolajból, amit tudod a szülinapodon? Na. Nem merek. Nem, most kacérkodom a gondolattal. De mindig, amikor azt mondom, hogy na jó, most rászánom magam, hogy robogozzak, akkor másnap látom címlapon, legutóbb azt mondtam, hogy most eljött az idő. Balinak robogóra kell pattani. Mit látok másnap? Ezt csinálni még egyszer, nagyon tetszett. Ez nagyon jó. Ez a utóbbi idők egyik legjobb felvezetés. Mit látok másnap? Szabó Győzőt elütötték a Veszpájával. Mondom, álljunk meg. Jó, de ő neki vánodásig a cukra rengeteg edzéstől, tudom. Az is igaz. Égi el az univerzum üzen, Bali. Vedd észre. Ne csináld. Így van. Múltkor megint. Azt mondom, újra. Jön a nacsa, találkozom vele, meg van sérülve az arca, a keze, tudom, egy évvel ezelőtt. Nacsa Olivért elütött egy Suzuki-s. A villamos sínen csúszott végállítólag. Aha. Mondom, ez is égi el, akkor megint nem. De most pár napja nem ütöttek el senkit, legalábbis nem tudok róla. Hogy az a bajom, hogy elütnek, érted? Tehát, hogy nem a motorra nem te vagy a hülye, hanem hogy az autós a hülye legtöbbször. Biztos, hogy győzött a konkurens napi bulvár. Azt mondta, a reklámart, nézd, a reklámart üssük el. Nem? Te nem gondolkoztál motorom? Hát nincs már rá idő még az is. Mert ugye a motor az egy személyes dolog. Tehát vagy maximum viszed a párodat, de a gyerek az már nem nagyon fér be. Tehát ha én most még elkezdek motorozni, azért abból lesz otthon kiabálás. Ha nem motorozzál, olyan szépen ráfűztél, vagy megint visszafűztél a kerékpározásra. De azt is szeretem, hát jó, csak ha mondjuk Sopronba mész, akkor az kicsit hosszabb turné. Az lehet, egy kicsit nagyobb. Igen. Sőt, többen javasolják neked, hogy van egy nagyon jó, egy nagyon kis igénytelen, de ugyanakkor minőségi gép, három keréke, Velorex. Az nagyon szép. Hogyne? Azok mennek még egyébként? Persze, biztos van még. Igen. Kis bőrborítás, ugye úgy volt, hogy hegesztettek egy vázat, és bőr volt ráhúzva. Na? Az igazán egyedi. Az mutatós. Az mutatós, igen. Vagy nem tudsz bejönni, vagy bejárogatni sárkány repülővel? Nem akarok. És érted, egy kis berántod a kis Trabant motort, minden reggel szoktok. Hogy van az, hogy általában a motorosokat 70 pluszosok ütik el? Túl gyors nekik? Vagy, tehát, hogy ez hogy van? Kilométer órában 70 plusz. De általában akit megkérdeztem, hogy ki volt a hibás, a Győző, a Nacsa, beszélgettem velük mindig a motorbás után, azt mondta, hogy mint a Nacsát egy piros Suzuki, csak 72 éves volt, a Győzőt meg egy, mit tudom én, egy ladás, aki 78 éves volt. Tehát ők utaznak a motorossal, vagy nekik fáj ez? Hát ott szerintem igazából egy jól kimaszkírozott bagíván volt az, aki egy elszámolása vita miatt ütött el. Azért van, hogy Balázs Honda Goldwing, azzal nem üt neked. Tudjátok, melyik a Goldwing? Tudom, az légkondicionált, hifi van benne. Ott nagy baj. Jó, de hát ez egy leszálló pálya, az egy dokkoló. Nem akarok. Otthon ebből elég nagy veszekedések vannak. Nálad is? Ja, én nem is próbáltam nem? meg. Nem lenne baj, egész egyszerűen már nagy képű lenne, ha még azt bevállalnám, hogy gyerekek, hát akkor ott is apu egyedül, majd találkozunk a helyszínen. Ja, mert hogy az Alfában is egyedül. Hát az kétszemélyes. Ja, hát persze, ez egy kétszer megoldás. Hát viccesz? Persze. Nem, hát ezt csak okosba csinálják. Hátra se lehet beülni? De miért lehetne? Az kettő személyes? Az kétszemélyes, hát persze. Ez egy kabrió lett. Kérlek szépen, oda minek még két fő. Ja. Beülsz a babáddal, lehagyod a tetőt, fújja a haját a szél. És várjátok a trélert. És így van, persze, így van. Igen.
Nem, megállunk valahol, ahol leáll a motor, tudod, ennyi. Igen. És akkor ott meglárjuk a trélem. Hát ezért... De hogy valami hangot csináljuk, úgy, mint a menni. Hát ezért még nem kellett jönni trélerrel, de mindegy, hagyjuk. Jó, engem már vittek el trélerrel. Látod, ez a különbség a két autó között. Na jó van. Megoldom én ezt a problémát. Érzem, hát otthon hogy... az útvarban. Japán autót veszel. Japán autó, de volt nekem japán autóm. Drága a szervizelése. Aha, már ha kell. Na! De egyszer kell. Mindjárt erre az a válasz. De ha kell. Lehet, hogy neked önmagában nincs szerencséd a gépekkel. Ennyi. Most miért nincs szerencsém? Most miért? Mit? Hát azt mondtad, mit? Hogy a japán megállt, szervízbe kellett vinni, ez szervízbe. Kifogyott belőle a benzin, az az egyetlen baja. És volt egy időszak, akkor olyan jó ment neki, hogy akkor mindig vett egy újat, amikor kifogyott belőle a benzin. Na, de beszéljünk egy picit komolyabb témákról. Megígérted a múlt hét, hogy mindig hozzal használtad, ha használt, hogy friss információkat ugye a malájgéppel kapcsolatban. Van esetleg valami? Csak ha kérdezitek, akkor. Én nem kérdezem. Akkor inkább hagyjuk. De miért mindig, hoztad ezt? Mindig van új információm a malájgéppel kapcsolatban, de ha valódi érdeklődéssel kérdezed, mert ebben nem volt. Tehát ez egy ilyen, de van. Egy ilyen, mi van a malájgéppel, mondj valamit. Ha érzem, hogy átitatott a szenvedély, akkor nagyon szépen mondok három új információt. Úristen, most vagy egy picit fel kell gyúrni magamat, akkor megpróbálom szenvedésén kérdezni. Van valami új hír a malájgéppel, Balázs? Hát... Bali, mi a helyzet a malájgéppel? 20 éve vagyok házas, már lassan érted belőlem, már kiégett. Na, kifogyott a szenvedély. Meg tudod ezt is kérdezni. Bali! De jó. Van valami új információd esetleg a malájgéppel kapcsolatban most? Van. Na. Gyerekek, van. Képzeld el, hogy a maláj kormány kiadta azt az információt, hogy lehet, hogy mégis élnek. Hú, nagyon durva. Nagyon durva. Egyrészt SMS-ben elküldte hozzátartozóknak, hogy nem élnek. Nonsens szerintem, hogy a légitársaság SMS-ben küldi el. Majd most elmerték azt újra küldeni, hogy lehet, hogy mégis élnek. Gondold el, miért csinálják ezt? Megtalálták az Indiai óceánon a romokat, kiderült, hogy egyik sem az, tehát hogy semmi nem az. Alkatrészeket találtak, különböző darabokat. De nem ehhez a géphez, ehhez a géphez tartozik. Uh-huh. És a pilótáról kiderült, hogy zaklatott idegállapotban ült föl a gépre, beszélt a lányával, és ki volt borulva, hogy az egyik kedvenc politikusát lecsukták, és zaklatott idegállapotban beszélt vele a lánya, illetve... válás is volt az ügyben. Tehát most már úgy néz ki, hogy mindent a pilótára fognak. De azt mondják, hogy mégis valószínűleg az egész gépet egyébként lehet, hogy elrabolták. Tehát nem biztos, hogy a pilóta öngyilkos lett. Totálisan sötétbe tapogatóznak, még mindig nincs meg a gép. Minden nyom, ami eddig jónak tűnt, hogy megvan a malájgép, az tévesnek bizonyult. Aha. Tehát effektíve ezt a repülőgépet még mindig nem találják. Nincsen sehol. Keresik az Indiai óceánon, az ausztrálok, a kínaiak, ott jobb idő van. Mindenhol, amerre keresnek, ugye le kell állítani keresést, de nincs meg. Tehát effektíve nincs meg. Aha. Hihetetlen egyébként, én tényleg tiszta szívemből kívánom, hogy ezek az emberek még éljenek, de hát a realitások azért pont ennek az ellenkezőjét diktálják. Tehát, hogy az, hogy először tényleg azt mondják nekik, hogy nincs már esély, valószínűleg meghaltak, és hogy nagyon sajnáljuk a történteket, és utána meg, de lehet, hogy mégis ez egyszerűen, tehát, hogy logikátlan is, meg kegyetlen is. Most mire alapozzák azt, hogy élnek? Vagy jött valami jel? Nem, az volt a jel, hogy nincs... Hogy nincs, nem a darabokat találták meg. Aha. Tehát nincs darab, akkor biztos élnek. Azért igen. Ez egy elég faramuci. Tehát, hogy nem a darabokat találták meg. Jó, meg, hát igen. Most annak még nem találták meg, de most mi esélye van? Csak jelentkezne, nem? Valaki, valahogy. De létezik-e, hogy még mindig eltűnik effektíve egy gép? Érted? Holnap te repülsz és eltűnsz, és a büdös életben nem találnak meg többet. Hát ezt valaki magyarázza már meg. Hát nézd, hogy ez ha óceánba zuhant, akkor elméletileg lehet, de még szárazföldön is nyilván vannak olyan területek. De van egy csomó ilyen kérdés, hogy eltűnt a radarról, ugye ezeket már átbeszéltük számtalanszor, tehát hogy nem nagyon érted a dolgot. De viszont, ha élnek, igen? Akkor meg nincs jel, tehát senki nem tud küldeni valami izét, vagy a pilóta. Na, érdekes a dolog, igen. Én olvasom, megnézem, egyelőre semmiféle információ nincsen. Tehát nem tudnak mit mondani effektíve hozzátartozóknak. A pilótára akarják most úgy néz ki rákenni az egészet. Tehát a pilóta volt az, aki zaklatott idegállapot, válás, politikai nézetek, kedvenc politikus bebörtönzés. Tehát úgy néz ki, hogy mindent,
mindent rátolnak. Igen, de ezek az információk is olyanok, hogy ezek így utólag az eseményeknek az ismeretében értékelődnek fel. Tehát, hogy hányszor fordul elő, most legyünk őszinték, hogy például, mit tudom én, egy pilótánál otthon családi gondok vannak, hogy esetleg felzaklatja magát azon, hogy nem az ő kedvenc pártja állít egy nyerésre a választásokra, és így száll fel a gépre. Ez csak akkor válik érdekes, hogyha történik utána valami. De egyébként ezek teljesen hétköznapi események egy ember életében, és ők ugyanolyan emberek, mint mi. De gondolod, hogy holnap te felülsz egy gépre, és azt mondja a pilóta, hogy mit tudom. Nem merjünk ennyire nagyot álmodni, hogy ő felül egy gépre. Ez már eleve fikció, Jani a reptéren. Tehát ez nincs. Ha csak nincs ott valami cukrászda, abba beengednek egy hamis beszállókártyába. Az én favoritom is egy egyszerű gép. Arra pedig felülsz a bringára. De nem érted, hogy kéne valami olyan, tehát ott tényleg egy emberre múlik minden. Ez nem egy biztosíték akkor innentől kezdve, hogy bármelyik pilóta, akinek magánéleti válsága van, vagy bebörtönzik a kedvenc politikusodat, akkor te egy ilyen politikai fanatikus leszel, és mondjuk bosszút állsz 230 emberem. De hogy bárki akkor, aki fölül egy gépre, az tulajdonképpen a pilóta lelki állapotának van kitéve, nem? Hát igen. Na jó, nem tudsz mit csinálni. Én csak azt nem tudom, hogyha ő még bármit is csinált, akkor azért ahhoz a másodpilótát neked le kell ütnöd. Hát ott van egy másodpilóta, aki nem azért másodpilóta, mert rosszabb képességekkel rendelkezik, hanem kevesebb repülési órája van, de ő is tudja vinni a gépet. Tehát aki másodtiszt, az már mindenre képes, amire a kapitány képes. Hát vagy ha itt egy gépeldöntésről van szó, akkor őt is be kellett avatnia. Hogy megbeszélték, hogy figyelj, Leslie, nem sokára... Eltűnünk. Nem sokára eltűnünk. Hát lehet, hogy akkor együtt csinálták ezt az egész történetet. Na de van egy rossz, én vagy, te vagy a másodpilótám. Te. Igen. Fölszállsz, és megkezded, mi de van? Ki? Te. Na jó, értem. Most már igen. Most már te vagy? Most már. Megkezded, mi van, Bali? És látod rajtam, hogy zaklatott vagyok, rossz kedvű vagyok, feldúlt vagyok. És elkezdek valamit mahinálni a gépen, ami nem megszokott. Ez a rohadt szívalakú tó. Ki csinálta nézsai szívalakú tó? Utaztunk 150 kilométert. Tehát csak elkezdesz valamit csinálni, vagy leadsz egy jelet, hogy látod, hogy én zavarodott vagyok, üveges tekintettel nézek rád, nem? Hát adott jelet. Nem? Mondott egy mondatot, hogy igen, minden rendben, jó éjszakát az irányítatóinak, ami fura. Igen. Elkábítasz engem, átveszed az irányítást, szólsz a Stewieknak, hogy kötözzenek meg, érted? Jó, de akkor viszont már a Stewiek is veled vannak. Lehet, hogy ők egyébként akar. Tehát hogy a Stewiek benne voltak a buliban. De hogy voltak benne? Nem, hogy volt lettek senki? Volna benne a Stewiek? Mit tudom én? Azt ígérte neki a kapitány, hogy jó récsi buli lesz, ha leszállunk valahol. Szóval, hogy azért ez nagyon-nagyon-nagyon érdekes. Szerintem simán elképzelhető az már így, tényleg, hogy hetek óta zajlanak az események, illetve tulajdonképpen nem történik semmi a keresésen kívül, mert a közelem nem jutunk az igazsághoz, hogy nem fog soha kiderülni, hogy mi történt valójában ezzel a géppel. Én nekem van egy elméletem. Hogy a gép sem lesz meg. Azért biztos, ilyen már hogy volt. Nem lesz meg. Biztos, hogy nem lesz meg. Én szerintem kiderül majd sok-sok év múlva, hogy ezzel a géppel valahova megpróbáltak repülni, valahova berepült, és egész egyszerűen az egyik országnak a kormánya ezt úgy, hogy van előtte. Aha. Csak nem vállalják a felelősséget. Ilyen nincs. Ez csak látta ilyen nincs, volna hogy eltűnik. Valaki, tessék? Ez csak látta volna valaki, hogy jön két vadászgép, azt... Nem, hát nem kell vadászgépről, hát egy levegőföldön. Érted? Ja. Tehát, hogy valahova berepült a hülye pilótának köszönhetően, és azt mondták, hogy jó, ott nem tökölnek, lelőtték. Senki nem vállalja föl. A gyerekek már pedig mi öltünk meg mondjuk 230 embert. Mm. Tehát, hogy csak egy ilyen, nem tud eltűnni. Hát, ha becsapódik az óceánba, akkor is azért meg kéne, hogy találjanak egy-két szárnydarabot valamit. Hát ugye megtalálták a Rio-i gépnél is elég hamar. Aztán a fekete dobozt két évre rá. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes történet. És szegény, akkor azt mondod, hogy az az ország adott esetben, akinek mondjuk a légvédelme levadászta ezt a gépet, nem meri vállalni a felelősséget. Igen, hogy benézték, és hogy nem mernek odaállni. Igen. Mondjuk ez meg nem derül ki, hogy kilőttek két légvédelmi rakétát? Nem derül más országból balisztikus rakéták, meg ki kéne, hogy derüljenek, nem? Ezek elviekben láthatók. De mondjuk, hogyha ezek ilyen kis szimpla légvédelmi rakéták voltak, akkor nem mondjuk. De például most ugye tudjuk, hogy Észak-Korea folyamatosan provokál azzal, hogy ugye az óceánban lövöldözget mindenféle rakétákat, de azok sem ilyen kisebb légvédelmi rakéták, hanem nagyobb, komolyabb hordozófejek ellátott rakéták, illetve nem azzal, csak azokat is szállítani képes rakéták. Ki tudja, lehet, hogy neked lesz igazad. Jó, én ezt követtem, mert engem az érdekel ez a történet. De ez még egy kicsit hosszabb idő, igen. Jó, a hármasugrásra lehet jelentkezni, 9 óra után pedig egy nagyon érdekes dolgot próbálunk majd. Kapunk egy drónt, amivel felszállhatunk, és berepülhetünk itt mindenféle tiltott légterekbe, idézőjelesen, akár a Fradi pálya fölé, vagy a Nagyvárad térre,
egy igazi drónnal, amit majd streamelni fogunk, tehát ha valaki internet közelben van, az megnézheti, hogy mit lát egy ilyen drón az interneten keresztül. Tehát a drónt fogjuk streamelni, érted? Hú, te a drónt streameljük. Felejtsd el, Feri, ez hát semmi. Ez érthetetlen. A semmi olyan, amit tudnod kéne. A Nagyváratérnél fölkaptam fejem, mert ha már odáig elrepül, akkor a tudom, van egy jó akasszanak már egy kis sült kolbászt, és vissza. Hogy azt el tudja-e hozni? Hát ezt kérdezzük már meg, hogy tud-e szállítani. Ez nem jó, szállítani nem tud. Komolyan gyerekek, 21. századi technikát tesztelünk, és még mindig ott tartunk, hogy együnk kolbászt. Hát, igen, ne, hát mert a kolbász az finom, tudod? A kolbász az jó, de nem fognak a drónra kolbászt akasztani. De miért ne akasztanának? Az a dolga, mert egyébként mi a dolga, mint hogy szállít kolbászt nekünk. Mi lenne, ha 5 percig, 5 bruttó percig nem a zabálásról járna az agyad? Most pont 5 percig nem arról beszéltünk, hanem a szánalmas motorozásodról. Hát tényleg, nyilván az marha fontos. Mi is beszéltük már róla itt a műsorban, hogy háromkerekű robogó az milyen. Amerikai posta szállít ki egyébként új csomagokat, hogy drónokkal. A csomagot, és drónokkal elhozza. Miért ne hozhatná el már pár vagdaltat? Most, hogy mi van benne, érted? Hát tényleg 5 percig nem tudunk nem a kolbászról, meg a csonkáról, nem beszéltünk 5 percig. Egy perce beszélünk a kolbászról, ne húz föl. Nekem meg egy lángost, Feri. Így van. Vagy valami ízét. Egy jó tejfölös sajtos lángost, hozzon már az a drón. Drága hallgatók, már csak ti vagytok nekem. Itt bent elszabadult a pokol. Ti drága hallgatók ezzel a drónnal. Értenek. Ti vagytok vele ott a rádió másik oldalán. Bennetek még maradt valami józanság. De pont ezt fogják mondani, hogy használjuk, hogy mire lehet használni. Nem repkedünk hülyén össze-vissza, hozatunk valamit. Mit hozassunk? Kolbászt mit hozatunk. Mit zsabálni valamit? Azt meg sajtos tejfölös lángos, igen. Amit itt fogunk megenni előtted, úgyhogy egy falatot nem adunk. Fél, nem tudna elkanyarodni a nándori cukrászda felé, ott egy kicsit lejjebb a Dunapartnál. Félreértitek, hogy ez a drón, ez mire jó szerintem. Egy mákos gubatortát hozzon egyet, legyen egy somlói torta is benne, visszafelé egy tejfölös sajtos, és akkor, hogy a Ferének a kolbász ne üljön ki, az legyen az utolsó, amit ráakasztanak. Érted? Ennyi. Kis kenyér, uborka. Jó, Billy Bellóval kezdetek, ez minden. Lesz, de elmondom a hallgatóknak, hogy lesz majd városnézés drón segítségével. Ezt a drónt egyébként mi is irányíthatjuk. Nem sok jót ígér ez egyébként. A drónnak. A drónnak is a csapatnak egyébként sem. Ezt lehet erre adnak engedni? Nincsenek fönt ilyenkor katonai drónok is? Nem lesz az egészből egy ilyen drónok harca? Jó. De, és jön Tyrion, persze. És igen, elmegyük Westerosba. Igen. És állítólag most jön a sárkányölő, és itt lesz fél kilenc után. Na jó van, szóval drónnal repülünk 9 után, mondjuk majd a streamet, hogy hol tudjátok nézni, klassz kis felvételeket készítünk Budapestről. Jó, csülköt, kolbászt nem hozunk. Igen, csülköt is hozzas, csülcsülköt. Viszont hármasugrás játszunk a hírek után, lehet jelentkezni, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Mustárkenyér! Jó avancsi, gyerekek! Hát, jó avancsi, jó avancsi, és itt is vagyunk. 3-4-8 múlt már, nagyon régen, hát de hát órát állítás volt, ugye csak a komputer még nem annyira állított, tehát már 3-4-9 van. Hogy repül az idő, ha jó társaságban vagyok? Látod? De ez nem, azt tudom, igen. Most ezért. Igen. De most, mintha megállt volna, nem? Ólomlábakon járok. Na, szóval, hogy mi is az a drón, ugye? Mit csinálunk mi 9 óra után? Egy kicsit próbáljuk közérthetőbbé tenni a dolgot, nem biztos, hogy mindenki tudja, és ez nem is azon emberek hibája, akik esetleg nem. Ugye a drón az tulajdonképpen az a repülő és végrehajtó kis robotszerű képződmény, ami ugye nem igényel semmiféle emberi erőforrás abból a szempontból, hogy nem ül rajta pilóta, nem ül rajta másodpilóta, ez egy kicsi repülő vasmadarak, amik ugye hát repülnek. Az amerikaiak előszeretettel használják Pakisztánban, Iránban, számos olyan helyen, ahol kémkedni akarnak. Könnyűek, gyorsak, viszonylag olcsón előállíthatók, sajnos nagyon sok rakétát is lőnek ki, igen. Róluk ebben. Illetve nász népeket akarnak megsemmisíteni. Például. Sajnos igen, hát Pakisztánban ugye érdekes történeteket lehet hallani az amerikai drónok hatásáról, hogy ugye egy pici kamera van rajta, ülnek egy fülkében valahol az Egyesült Államokban, és irányítják ezeket a repkedőket. Repkedő kis szörnyeket, aztán látják, valahol nagy tömeg van, oda belelőnek, és hát nem egy pakisztáni mondja, hogy ugye tulajdonképpen már temetni sem mernek nagyon, mert hogyha látják ugye a drónképén, hogy összegyűjt 8-10 ember, egyből arra gondolnak beteg módon, hogy akkor itt biztos valami titkos cselszövés van. De hogy ezt a fajta technikát fogjuk mi most 9 óra után letesztelni, ugye ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kis modell, pár kilós szerkezet fölrepül a levegőbe, látsz egy monitort, és te a földről kis joystick karok segítségével irányíthatod ezt a repülőt. Hát ki mire tudná használni, berepülni a szomszédhoz, mikor zuhanyzik, berepülni titkos objektumok fölé, alá, mellé, kémkedni, rengeteg mindenre lehet használni természetesen, de van ennek jó
mindenféle felhasználása, és például filmes jelenetek felvételéhez használják, ha valamit mondjuk a levegőből kell felvenni, csatajelenetet, bármit. Hát, ugye? Illetve a közelben található, szállítás. Ugye Laci konyhákról elállni a családot. Friss esőt kolbásszal, gurkával, csülökkel. Tehát hiába szidalmazol bennünket. Én nem szittalak, én csak azt mondom, hogy... a streamet, meg ezt a drónot, azt értjük, hogy sütemény, meg hogy csülök. Sütemény, meg csülök. Az érted. A stream az tulajdonképpen, ugye, ezt akkor majd meglátjátok, amit tudunk streamelni, tehát így interneten, ami hallgatóink nézhetik, hogy... Egy igazi stream peréd lesz. Igen. Amit a drón lát, azt látjátok majd ti is, ha följöttök a Morning Show.ra. Hol streameljük, a Morning Show.on vagy a Facebookon? Mindenhol elérhető lesz. Mindenhol ott lesz. De jó. Ez a stream 9 óra után tud mindenki drónt irányítani. Hova repüljünk, gyerekek? Mit akartok meg? Én a Fradi pályát fölülről megnézném. A zseniális lenne. Fölülről, nem repüljünk be. Kíváncsi vagyok rá. Fölülről. Megnézzük, ugye? Nem az nagyon jó. Az nagyon jó. Ilyen látványterveket már láttam róla. Igen? Tehát, hogy ezt láttam, hogy mondjuk, hogy kell kinéznie, mondjuk egy maketten, de így még nem. És marha kíváncsi vagyok rá, mert így nagyon impozáns, nagyon tetszik. Nézzük meg a nagyobb csomópontokat. Nem nézzük meg egy Baks csomópontot, nézzük meg egy Nagyvárad teret, nézzük meg egy pesti alsó rakpartot, tehát bárhova el tudunk elrepülni. Most máhogy, mi nem. Egy csomót. Azt is nézzük meg. Nézzük meg Jani lágyékával a csomót, amit éppen most bányászott elő. Hát, mert repüljünk be különböző forgalmas helyekre. Nézelődjünk már körbe, megnézhetjük egyébként tényleg így a Pénzverdét is felülről. Az szép látvány. Buszpályaudvar. Az már sokkal szebb. Na. Igen. Aki leszedi a drón csúzlival vagy bevásárló szatyorra, annak plusz olyan négy csomagja. Hogy örülnek a tulajok. Ebben a pillanatra összeszorult a gyomruk. Jó, aki levadászta a drónunkat, az plusz bökre. Jó? Nem fogunk alacsony repülni, tehát 100-150 méter magasan tudunk vele repülni. Nagyon jó. És az kavicsal is ledobható, nem? Figyelj. Nem lehet, hogy jön a fél tízes vizer, így berepülünk mellé, és így beintegetünk? Hm? El. Meg billegtetjük a szárnyunkat? Ilyet nem lehet nyilván minden légtérben. Minden ilyen 3-3-as dobozos kólával. Mindenkinek legyen 3 dobása. Vagy összegöngyöd zoknival, nem? Hát mi is tudjuk majd irányítani. De jó. Már mondjuk a srácnak, hogy jobbra vagy balra, vagy menjék. Nem. Vagy gyere. Én dumáltam vele az előbb, és azt mondta, hogy átadja majd ezt a kis joystickot, csak előtte fölviszi jó magasra, és akkor a gázkarhoz nem kell hozzányúlni, akkor lebeg a gép, és akkor balra-jobbra tudjuk húzogatni. Te jó. Ugyanaz, amit a előre, hátra. Amit a pöpölőddel szoktál. Előre, hátra. Balra-jobbra, balra-jobbra, igen. Úgyhogy, hát megnézzük, hogy néz ki egy ilyen drón. Erről annyit hall az ember már, elolvasol egy komolyabb újságot, vagy dróntámadás, drónok, amerikai drónok, magyar drónok is vannak állítólag. Hát nézzük meg, hogy... Navos drón van már? Persze. Navos drón, ami mondjuk berepül a kertek föl, igen, és megnézi, hogy hol van úszómedence? Hát szerintem nem elképzelhetetlen. Persze. De most, ha eddig nem volt, most viszont jó tippet most már írt, hát most igen, most épp ki valaki egy edzettömből. Drón. Drón. És szalad le vele a főnökhöz. Például volt egy ausztrál börtön, vagy hát az még mindig van, ahol előállítottak egy gyanúsítottat, mert hogy láttak repkedni egy drónt a börtön fölött, és kiderült, hogy kábítószert akartak becsempészni drónnal. Tehát berepültek a börtön fölé, vitte a drón, ugye, hát most nem a kolbászt, hanem ugye na, ugye? Van rajta kis kar, meg tudja fogni. Berepültek a börtön fölé, elengedték, és ugye hát megpróbálták ledobni a raptársnak, aki nyilván ezt ott bent megpróbálta ugye értékesíteni. Csak elkapták, de hogy fölülről próbáltak már csomagot bevinni. Mennyire okos, nem? Okos. Az előzetes fogságban volt a rab, és úgy kiment az udvarra sétálni, és akkor érkezett a drón. Hogy ezek már nem csak ilyen filmszerű élmények, hanem az most már megtörténik az életben. Nagyon komoly. És az a durva benne, hogy ez évről évre, talán már hónapról fejlődik ez a technika. Hát figyelj, 20 év múlva ez lesz a házhozszállítás, szerintem. Megrendelet, kiállsz az erkére, berepül, átrakod. Ezek ilyen, most még ilyen nagyon-nagyon fura dolgok. 30 év múlva, vagy 40 év múlva lett, minden bevásárlóközpontnak lesz 20, leszáll a kertedben, lerakja, és tovább repül. Nagyon súlyos. Nagyon súlyos. Pár évvel ezelőtt már voltak olyan gépek, ilyen kis motoros repülőgépek, amikre, hogyha kamerát raktak föl, akkor azzal is már lélegzetellerítő képeket lehetett csinálni. Ez egyik általános iskolás osztálytársam előszeretettel foglalkozik ilyesmivel, és tőle tudom, hogy ez van. Utána rákeresgettem, néztem, fantasztikus volt. De ezek, ugye, azok ugye mozgásban voltak folyamatosan. Itt meg az, hogy gyakorlatilag lebegni tud, és egy fix képet tud adni valamiről, ami éppen alattad van, hát ez zseniális. Nagyon tetszik. Meg hát ugye oldalas is lehet vele szállítani. Na, jól van, szóval ez lesz 9 óra után, egy kicsit játszunk ezzel a drónnal, megnézzük, hogy
Mindenképpen, ha valaki itt van a környéken és kifekszik a kertjébe, írja meg nekünk, hogy hol van, oda repülünk, jó? Csepel-sziget nincs tőlünk messze, nagyon sok kertes ház van, nem? Kicsit kukkoljunk. Dagány női napozó ilyet mondanak, hogy arra azért repüljünk el. Ebben a gondolom, most még nincsenek sokan. Ebben a 11 fokban még talán lehet, hogy ott azért most még az kietlen pusztaság lenne jelen pillanatban, de mondjuk nem két hónap múlva ez már ilyenkor nagyon-nagyon jó ötletnek tűnik, igen. Egy pár év múlva lehet, hogy lesz rajta majd ilyen csendes üzemmód is, mint a kék villámban. És akkor majd lehet nagyon kellemes képeket csinálni fent. Illetve a Gubacsi úton egy fegyveres őr várja még a... Ha érted, mire gondolt. Na, megnézzük, hogy ki a mai hármas ugrásjátékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, Helga. Hello. Hello, honnan hívsz minket, Helga? Budapestről. Budapest, otthon? Hát még itthon, de most kerengülök el itthonra. És Hawaii-nál. A gyakorlati helyemre. Mindjárt gyakszizol, kicsim. Aj, nem is beszélek így. Kicsit igen, mert vetted a lapot. Kamasz vagy, Helga? Kamasz, mert hány éves vagy? 25. Hát akkor már ki kellett volna. Nagy kamasz. Helga, figyelj, mit csinálsz? Te tanulsz, vagy dolgozol? Hát mind a kettő. Na, de mind a kettő. De mit tanulsz, és mit dolgozol? Én természetvédelmi mérnöknek tanulok, és most a gyakorlati helyemen dolgozom. De jó, kutyafáda, de kemény. És hol van a gyakorlati helyed? Azt nem árulom el nektek. Na miért? Félsz, oda megyünk. Félsz, hogy oda megyünk. Kisi parkerdő. Félek, hogy berepültek a drónnal. Ja. Aha. Hát te varázsegy. Figyelj, Helga, de mi járod az erdőt? Ez azt jelenti, hogy mit csinálsz pontosan? Hát néha igen. Komolyan? Na, de ez tök jó. És akkor ott figyeled, hogy ne rakjanak tüzet. Ki nem jelölt területen? Nem, az a természetvédelmi őr. Ja, jó, hát csak próbálom Helgát kimozgatni egy kicsit. Na, de akkor miért vagy ilyen titokzatos? Tessék? Olyan titokzatos van. Nem, csak még reggel van. Reggel van? Ja, későn feküdtél? Az órátállítás téged is megviselt, ugye? Ez picit. Nem csodálom egyébként, komolyan mondom. Ez tegnap volt, mit visel meg benneteket már? Egy órát elvettek tőlünk, Feri. De az alvás hiányos, depressziós magyar néptől elvettek egy órát. Hát ez egy rablás. Ők az időrabló. Ezért vagytok depressziósak, mert most ezen pöröksz egy hétig, hogy óraállítás van. Ezen nagyon. Figyelj, Helga! Igen? Itt vagy? Figyelj. Szokott menni a hármas ugrás, amikor nem te játszol? Hát olyan karátában, igen. Most meg lehet. Most is fog, ne viccelj. Van segítséged? Google. Na, beütötted, tényleg ott vagy a gép előtt? Hogyne, én kész vagyok, mert... Na, akkor egy gyorsasági tetsz, jó? Hogy mennyire vagy gyors? Jó. Oké? Okay? Mikor határozott? Ez már az? Igen. Nem. Nem, most az. Nem, ugye. Mert ahhoz még kell egy kérdés. Igen. Mikor halt meg Kossuth Lajos, tessék? Itt vagy? Ó, lassú vagyok, igen, 1894. Na, egészen gyors az internetet. Meg lesz ez. Jó, akkor még egy gyors teszt. 100 magyar férfiből hánynak volt fitymös szűkülete? 74. Helga, van pasid? Van. Van? Mióta vagy vele együtt? Több mint két éve. Igen, benne van a 100-ban. Vagy benne volt. Jó, csak szeretnénk, hogy nevessél egy kicsit, hogy legyen már jobb kedved, Helga. Eddig is jó kedvem volt, eddig. Na, eddig, figyelj. Ja, így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztója. De miért csúnya maradt a heg? Melyik országban rendezték az elmúlt hétvégén a Forma 1-es futamot? Hát ez. Malajzia. Így van, Malajzia. Jó vagy, Helga, mondtam már? Köszönöm, nagyon kedves. Tényleg, komolyan kedves mondom. Ön. Oda pirított ön. Van. Kegyed. Mehetünk tovább? Igen. Dedikált egér alátétért, így szól a második kérdés. Melyik nyomozót alakította egy tévésorozatban Horst Tapper, német színész? Jó kérdés. Isten. Már írja, Horst, úgy írjuk. Horst Tapper. Te. Dedik. Így van. Az öreg náci. Konkrétan a Waffen-es. De most már szeretjük azért a filmeket. Persze.
Azóta már nem szereti senki. Mindkét szem alatt egy-egy Samsonite volt, azt láttátok? Tehát ott mobiltelefont lehetett tárolni. Akkor. A CDF azóta nem játsz egyébként. Hát Derika. Azt nem talán értettem is. Valahol megértem ezt a dolgot. Itt vagy, Helga? Igen, még itt vagyok. Helga, őrült jó vagy, mondtam már? Nagyon kedves, köszönöm. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a harmadik kérdés edikált óráért, viszont nem adunk sok időt, ha ennyire felvállaltad internetezel, gyorsan kell mondanod, jó? És ennyire jó vagy. Kiről mintázta az író a Mici Mackó című regény egyik hősét, Robert Gidát? Tessék! Vagy nem hallottuk a minden második pötyögés, vagy órala pötyögtet be, mert ez nagyon lassú hát, volt. Hát órál is gyors. De már ezt szeretem, hogy a fiáról. A fiáról, így van, látod, Helga? Pedig gyors voltál. Hát így jártam. Na, bumozz egyet, hátha. Jó. Jó? Elkeseredtél? Hát egy kicsit, igen. Hát ez csak egy kicsit sírok is. Na figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Bum! Hogy? Na jó, ne, hát ezt nem. Hát ezt. Bum! Most butás. Most butáskodsz, nem? Tehát ez mi? Hát ez nem bum, hát ez. Bum! Na, alakul, egy utolsó. De jó, hagyjatok, jó, ezt nézd! Na most, esély, tegyél bele minden. Bum! Állítottam az érzékenységen, hát mi van? Ezt tetszett a legjobban. Ez a bum. Bum már minden mindegy. Hát, ha így bumozol, akkor tényleg az. Nem adott ez a rohadék. Nem, hitehagyott bum volt. Ez egy hitehagyott bum volt. Hát így jártam. Azért köszi a játékot. Helga, ügyi voltál pedig, tényleg. Köszi. Legközelebb. Hello. Sziasztok. Szia, Helga. Szia. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Légy színen, tegyétek le ide a szemetet, természetvédelmi terület, köszi. Tehát lehet. Édes volt szegény, minden megtett, igen. Jól van. Jó volt. Drónozunk akkor, jó? Megnézzük, hogy mire jó, kipróbáljuk, felszállunk, megnézzük a Fradi pályát, megnézzük, hogy a Népligetben megye még a Natur, körbejárjuk egy kicsit Budapestet, körbe repüljük. Tényleg most amúgy is kaptunk pár doboz extra szilket. Azt ledobhatjuk a srácoknak, nem első segélynek. Vigyük, hozunk kolbászt Ferinek, kirabolunk egy cukrászát. Hárma elszigetelve harcolnak itt valahol bent, érted, tartják még az állásokat, a frontot, jól jönnek. Igen, és aki szeretné élőben nézni, az nézze a morningshow.hu-n. Már 200-an vannak úgy a streamen, hogy egyelőre még csak a rádió hangja megy, de már 200-an nézik. A Facebookon és a morningshow.hu-n is meg tudjátok nézni streamen, hogy mit lát a drón, ott lesz majd élőben. Jó, 9 óra van, jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. Végig, hogy hallhatóak vagyunk. Szia, Jani! Hello, sziasztok, srácok! Ismét egy újabb kitelepülés, de jó, az Üllői útról még nem települtünk ki soha. De csak most... telefonnal. Így van, de csak telefonnal itt vagyunk, és hát az idő alkalmas egy jóféle repülésre, ugyanis nem sokára élőben próbáljuk majd ezt a kis drónt, ami már itt van a lábunk előtt, és ha minden igaz, akkor már több százan nézik magát a streamet egyébként, ugye, ami a morningshow.hu-n, és ugye a Facebook oldalunkon is van. Ott lehet látni majd, hogy mit lát önmagában ez a kis drón, ami jelen pillanatban még itt pihen. Hát az aszfaltot mutatja most, gondolom. Igen, ugye? Most még az aszfaltot, igen. Na, de előtte gyorsan egy-két közlekedési hír, mert hogy küldtek nekünk a hallgatók, M5-ös Kecskemét, Budapest tiszta. Monornál van egy baleset, ott mindenki figyeljen. A budai alsórakpart egy kicsit lassabb, annak most utána is tudunk nézni. Esetleg, hogy látjuk-e az okát. Bakcsomópont motoros baleset. Ó. Robogós, egész pontosan. Ó, ez egy robogós. Jel. Háromkerekű? Aha, igen. Ez lehet, hogy egy jel. Egy jelre vártam, de lehet, hogy megkaptam. Nem szabad nekem robogózni. Árpád itt után dolgoznak, a Flórián után a Bécsi út felé darús kocsival. Ha arra repültök, integetek a csipegetőmmel. Írja nekünk egy hallgató. Nyúlon trafi rendőrautóból, odáig nem tudunk elmenni, ezt Woody küldte nekünk, köszönjük szépen. És arra szólunk a Szerémi úton, a Savoya Parktól befelé. Léci, nézzétek meg, hogy mi a nyűg van erre. Szerémi út? Hát, bevállalható. Bevállalható. Na, hát mindenek előtt, mielőtt ez a kis kütyű felszállna, néhány mondatban mégis magáról. Ez önmagában a drón, kérdezem én Márkot, az egyik igen. Tulajdonképpen vendégünket. Az úgynevezett oktokopter. Uh-huh. Egy olyan
kameramozgató helikopter, amivel légi felvételeket tudunk csinálni. De ez tulajdonképpen akár egy drón is lehetne, amivel bármire be lehet repülni. Nyilván ti nem kémkedésre használjátok, hanem mondjuk filmforgatáshoz. De lehetne kémkedésre is. Tehát bárhova be tudunk repülni. Az amerikai drónok azok körülbelül ekkorák, vagy ennél kisebbek, nagyobbak? Hát nem teljesen, mert azok repülő, azok merevszárnyú uh-huh. repülőgépek, ugyanígy robot irányításúak, de azok nem kopterek, tehát azok repülőgépek, és jóval nagyobbak. Igen, ott ugye tulajdonképpen ilyen 8 kis hát mit is, ilyen kis propellert kell rajta elképzelni. Igen, ott van a kamera, köszönjük szépen, már láthatóak igen. vagyunk a streamen keresztül, mert hogy egyelőre még kézi erővel ugyan, de felemeltük ezt a kis drón. És ugye maga gondolom, hogy ez a 8 kis forgó tartja a levegőben. Így van, és az is stabilizálja mindig. Ugye retteltesen szakmai kérdéssel mennék tovább. Mi a jó Istennek van rajta a két pingpong labda? Ezt nagyon sokan megkérdezik, úgyhogy nagyon jó, hogy megkérdezted. Nemes egyszerűséggel a hátulját jelöli, hogy lássuk, hogy melyik a hátulja. Aha! Már hogy amikor a levegőben van, akkor tudjátok, igen. hogy nehogy hátrafelé kelljen tolatni, vagy azt nem tud azért, vagy de miért? De tud, csak hogy tudjuk, hogy éppen tolat, vagy előre megy. Aha, hát de te irányítod, nem? De nem baj, ha tudom is, hogy mi történik. Azt mondjuk nem. Ja, és ezért felraktatok rá két pingponglabdát. Ez egyébként saját összeszerelés? Hát ezt itt találtatok egy-két alkatrészt a garázsba? Hát majdnem. Így a világ különböző pontjairól jöttek az alkatrészek hozzá, és két modellező szaki segítségével, Zsiv Dávid és Molnár Tomi nagy professzorok ebben, az ő segítségükkel lett ez megépítve. A ezermester magazinból? Mondjuk így ennek hárman nekiállnánk, az én garázsomban mennyi esélye lenne, hogy mondjuk egy éven belül összerakunk egy ilyet? Hát legyen 10 év, és akkor... Lehet, hogy kicsit nagyképű volt a kérdés, tehát nyilván esélytelen. Jó, ti mire használjátok egyébként, mert nyilván mi azonnal megnézzük, hogy cseperre feküdjön ki mindenki, és berepülünk kertesházak fölé, de ugye ennek nyilván azért egy komolyabb felhasználása van. Ti mire tudjátok ezt használni? Hát mi ugye a filmezésből jövünk, és mindig akartunk valami érdekes kameramozgató eszközt, ami egyedi is azért. És ez nagyon sok mindent helyettesít egy kameradarút, egy steadicamet, uh-huh. és nagyon, nagyon, amit mondtál is a műsorban, hát, hogy felkészült vagyok, persze, hogy egy csatajánatet viccelsz, hallod? Mit gondolsz, miért beszél ő, és nem én? Egy csatajelenetet például. Arra nagyon hasznos tud lenni. De hogyha jön a nyár, akkor természetesen kitelepültök a Citadella mellé, és irány a Gellértnek a női napozója is. Na, tényleg őszintén legalább egyszer egy kicsi kukkolásra a szomszédasszonyhoz berepültetek a kertbe? Az volt az első. Az volt az első? És? Szomszédasszony jól tartja magát? Jó fél... a YouTube-on majd átküldem. Igen. Jóféle milf? Abszolút. Nagyon jó. A szerémi helyett a szemérem. A szemérem úton nagyon nagy a dugulás. Na, jól van. Ne repüljünk még tovább, mert még egy nagyon fontos szakmai kérdés. Azt gondolom, már látom mennyire. Egy kiló sült kolbászt egy darab sajtos tejfölös lángossal el tud-e... Várj, Attilát is megkérdezünk. El tud-e hozni ez a szerkezet egy kiló sült kolbászt és egy sajtos tejfölös lángost a Janinak? Ami azt illeti, hogy súlyban el tudná hozni, de a leszállással gondok lennének a büfé előtt, de ha nagyon akarjátok, akkor mindent megoldunk. Ugye most egy kicsit utána kerestem interneten, nem baj, utána olvastam a témának. Nem hogy lenne már probléma, ne viccelj. Ugye nem, nincs harag köztünk. Nyugodtan készülj. Hogy Dubájban például már kisebb csomagokat ezzel szállítanak ki. Tehát ez egy teljesen bevett dolog, hogy megérkezik a drón, berepül a kertet fölé, ledobja, kézbesíti, leszáll. Állítólag ilyen kisebb kézbesített csomagokat drónok visznek ki. Hát szerintem például a Feri meg az Anna egy ilyen drón segítségével simán tudnának egymással üzengetni, recepteket cserélni, stb. Még a motor segére bekapcsolni, mert Feri kiáll a teraszra, igen. Olyan van esetleg, hogy lerobban egy autó, és akkor... Előfordul ilyen. Egy típusnál is sűrű. Érted kellett menni néhányszor. És egy fölé repül egy drón, és majd a jövőben fölemeli ezt az autót, és egyenesen a szakszervizben rakja le. Ez megtörténhet-e majd a későbbiekben? Hát, ami megtörténhet, az biztos meg is fog. Erre is van elég esély, de... Csak azt úgy hívják, hogy helikopter, tudod? És eléggé a távoli jövőre. Távoli jövő. Hát akkor Feri marad még a trailer. Marad, de nekem nem kellett soha hívnom. Nem úgy, mint neked. Úgyhogy igen, ennyi. Tökre megfelelnek itt a négy téglabakon folyondárokkal bedőve. Hát, mi baj van? Ti is beköltöztök, legalább van új pecó.
Na, figyelj, mennyibe kerül egy ilyen? Csak azért, hogyha mondjuk fejjel belállítom a Fradi pálya még el nem készült zöld gyepszőnyegébe, akkor körülbelül... Akkor nektek 8-at. Igen, mennyi Jani kupont kell nektek adnunk, hogy kifizessük, illetve... Mi a váltója a Jani kuponnak? Hány éves BKV bérletet kell a Janinak nektek megvásárolni, hogy tudjuk valahogy egyensúlyba tenni a számlát? Hát körülbelül ilyen 2 pénz körül van. 2 millió? 2 millió körül. Aha. Oh. Hát annyi kuponod van? Hát 10 éve gyűjtött, hát annyit van. Szuper sok pontba oda tudom adni. Leeszitek a Mekkibe sajburgerbe. Hát ha megéljük. Vagy kaptok 4000 darab pöttyös labdát valamelyik jó, úton. Jó, legyen így. Vagy Klassz FM-es bögré. Na, látod, tudunk bizniszelni. Nem azért, hogy állítólag mondtátok, hogy irányíthatjuk, felkészülve a legrosszabbra azért. Az csak a promó volt. Csak mondom csak a egyébként a kedves nézőink kedvéért, akik a streamen jelenleg, Balázs segít kb. 10 perce, hogy majd lesz másképp is. Így van. Most még nem annyira izgalmas a stream, mert hogy ugye lent van a földön ez a kis jármű, de hát akkor kezdjük el reptetni. Hát ugye, értitek, srácok, mire gondolok? Próbálj az evés. Így van. Lehet olyan, hogy majd ezt bizonyos már tulajdonképpen biztonságosnak számító magasságban mi ezt átvesszük, ha nem adod, nyilván ugye van egy B-verzió, hogy kitépjük a kezedből, de hogy ezt valamilyen szinten irányíthatjuk-e mi? Erre vonatkozik a kérdés. Persze, megoldjuk. Majd felmegyünk egy biztonságos magasságba, és akkor én a gázkart azt beállítom neked, és akkor a jobbra-balra irányokat, előre-hátra, azt aha, picit persze. Cibálhatod, de csak óvatosan. És akkor majd azt hiszed majd, öcsém, hogy te irányítod. De vagy hát... csak a fotó erejéig csinálj úgy, mintha. Előre-hátra cibálhatom, abban Jani van otthon. De... az van. A Jani szakterülete. De akkor itt ragadunk, mert én nagyon hosszan szeretem. Na, olyan nem volt egyébként, hogy megreptettétek ezt a dolgot, és valaki megpróbálta csúzival lelőni, és már anyjuk vasmadár, azt idég... Igen, belevágott egy gerebét. De gerebjét. Megint így mondja, mind, és már anyjuk. Nézd már anyjuk, gerebjét, hozd már a gerebjét, tehát leszed a vasmadár. Rovarokkal gyűlik meg a baja, mert a darazsak valamiért konkurenciának érzik, és neki repülnek, de ők járnak rosszabbul általában. De nem lehet, hogy a narancsárga pingponglabdára mennek? Az is lehet. Igen. Ugye? Szerintem, mert ugye hát a darázs nem egy okos állat, mint tudjuk, tehát lehet, hogy a narancsárga pingponglabdát... Ott van két csemék, leküzdöm őket. Nézd már, milyen gyors az a vasmadár, te! Jó, hogy a darás hangot is ugyanúgy hozom, mint bárki, nem? Egy hangon van, de azzal fixe hozok mindenkit. Na, most mi legyen, énekeljük el a repülj madár, repüljt, vagy hogy tudjuk akkor ezt a kis gépet felreptetni, illetve mi az utazási az magasság? Az mindenképp segítene az ének, igen. Hova lőjük be? 150 méter? 200 méter? Meddig megyünk? 200 szerintem, onnan már látunk minden. Onnan már Velencei tó megjön. Megjön a Velencei tó? Azt hiszem, mondom, az már nagyon szép. Hú, 200 cséter. Méter. Hallod, hogy ide jön a Velencei tó. De egy fél mondattal bevisznek a Málnásba. Ezt észrevetted? Azt mondom, amit akar, hát a drónba teljesen hülye vagyok. Na, látok némi aggodalmat az arcodon. Attila, leverült az aksi, föl kell dobni, és akkor úgy tudjuk reptetni, vagy mi? Igen, sokat segít. A kezdet a legnehezebb, ugye a felszállás, úgyhogy mint egy frisbee, csak így el kéne hajtani. Ja. Lassítani kéne hát forgalmat, nehogy valami baj történjen. Feri. Figyelj, belső zsebedő. Keresztbe az ülői. Belső zsebedő biztos vagy használati utasítás, vagy valami, nem? Hát kapjuk elő, aztán olvasjuk, ember. Látom, a segítséget kérek majd. Na, szóljál akkor, hogy na, mi történik. Indítom akkor a... Indítsd a gépet, jó? A streamen egyébként láthatóak vagyunk a Morningshow.hu-n és a Facebookon. Hoppá! Nincs is hangja. Ebben a pillanatban a 8 kis mini turbina felpörgött, ha nem a helyes szót a mini turbina, úgy van. Jó van, gyere velünk. Egy is sör, oda nézd. Ma anyjuk. Vasmadár. Mutasd meg bennünket. Most a gerebjét anyjuk, levadászom a vasmadara. Na, a streamen pedig látható, ahogy repül, hát ez körülbelül mennyi. Ott meg mi? 20 méteres magasságban vagyunk, integetünk nektek, drága hallgatók. Nem minket nézze a levegőbe, ott a vasmadár. Integetnek a felüljáróról is. Hát igen, ezt viszonylag kevesen tudjuk most még nézni, de látható, már berepültünk a felüljáró fölé. Ezzel lehet állítani a kamerát is? Tehát nem igen. Is kell előrébb repülni? Igen, innen a távirányítóról tudjuk vezérelni a kamerának a szögét is. Ilyenkor, hogy így 2 milliót reptetsz, mekkora az adrenalin? Már sem ekkora? Hát azt mondanám, hogy már sem ekkora, de most ez az élőadás egy kicsit hozzátesz a lábremegéshez, úgyhogy... Na, hát akkor egyből egy védett objektumot, a Fradi pályát próbáljuk megközelíteni, és nézzük meg, hogy néz ki belülről. Ne szálljunk le, mert azt nem lehet beleszállni, de a hallgatók láthatják a frissen elkészült Fradi pályát, hogy néz ki belülről. Gyerekek, ez nagyon masszív, szép képet ad egyébként. Aha! Semmit nem látok bele. De egyébként szerintem biztos, hogy hú, te rendben van. Mi ez a kép, jó. Vagy a pálya? Ez nagyon jó. Most ez nem egy rögzített kép, a kettőről egyébként, és most itt vakítozok minket.
180, ott látszik a magasság mérő. Most a nagyon 200-on. Nagy. Így van, 210 méteren van a drón, hát ebből már nagyon sokat egyébként nem látni szabad szemmel, viszont aki nézi a Ustreamet, az láthatja, hogy a Fradi pálya fölött repülünk jelen pillanatban éppen, és mivel állítható a kamera, így át tudunk nézni végig a Lágymányosi hídon, látszik a Duna, most elfordulunk a Nagyvárad tér felé, Sotét látjuk, és például a Nagyvárad tér környékén remekül halad a forgalom. És gyerekek, ott a hentesünk, tehát csak mondom, hogy ott a hentesünk. Igen, látod azt a sarkot? Oda kéne letenni, mert ott van a Feri kolbásza megsütve. Tök jó nektek egyébként, itt állok mellettek, de én csak egy bőrkabátom. Hát de tudod, hogy de az nem is szép, nem? Tudod, hogy nem az életnapos oldalára születtél. Úgyhogy... Figyelj, ezzel egyébként a légügyi hatóságok bármit megengednek? Tehát nem nyúlik meg a bajotok? Bárhova repülhettek? Vagy hogy van ez? A tiltott légterekben nem, de egyelőre erre még nincsen olyan szabályzás, ami tiltaná. Azt hallottuk, hogy erre idén hoznak majd törvényeket, hogy mit, hogy lehet merre repülni. Választások után lesz, és ez lesz az első. Aha. Hát figyelj, gondolom ez a drón szabályozás azért annyira, igen, tehát ez, erre még azért úgy nincsen, ez még azért nem egy mi hétköznapi elfogadott dolog, hogy drónok repkedjenek Budapest felett. Szabad szemmel látszik a vaspók, ott van. Ahol nagyon Pest, nagyon Kagymár. Hallod, ez a vaspók. Elrepült a vasponára, én most biztos vagyok, ha lenne rá egy ezesem, hogy a Teve utca tetején már tárazzák be a mi 8-as pakker. Figyelj, hogy rajta villog valami leszálló fény, vagy felszálló fény, azt látjuk? Hátulján van egy indikátor, ami visszajelez nekünk infókat. Ezt a szót kerestem én is, hogy indikátor LED, van. Ami visszajelez nekünk infókat az aksi állapotról, GPS-ről, de ugyanezeket a lesugárzott képen okay. is lehet. Megmondom, mit csináljuk. Meg kedvénre, hogy áll a svájci frank. Megmondom, mit csináljuk. Gyertek a felüljáró fölé egy kicsit vissza, repüljünk ide fölé, lássák az autósok, akik itt elrepülnek fölöttünk, és egy kicsit hoz lejjebb. Már nem úgy értem, hogy szélvédő magasságba. Elképesztő egyébként, hogy hogy irányítod. A vaspók, gyerekek, hát oda-vissza repül ez a vaspók. Ha koccanás lesz, nem fizetek. Adunk betétlapot. Itt vagyunk most a felüljáró fölött. Bárki, aki fölnéz, egyébként a felüljáron áthaladva, az láthatja ezt a kis vaspókot, amint pont itt a Hungária. Vaspók. De hogy átváltozott? Micsoda törzsfejlődés? Mi a vaspók? Repülnek egyébként. Vaspáról vaspók. És a streamen látszik egyébként a Pénzverde, ahol a mi kis munkahelyünk van, és fölötte pedig a felüljáró, ahol lassú ugyan, de egyenletes a haladás. Te tényleg integetsz neki, Jani? Aha. Van rajta kamera, látom. Hogy olvasol ezekből a nemzetközi kézjelzésekből? Igen, ez az integetés. Na, látják az autósok? Látják. Ott van pont a fejetek fölött. Néhányan egyébként az autóból nézelődnek kifelé, és próbálják a vaspókot bemérni. De a vaspók rejtőzködik. Ha 10 az 1-re, hogy innen eltalálom kavicsal. Olyan tényleg nem volt, hogy rádobtak valamit? Ez nem sűrű fordul elő, nem? Hát nem vettük észre. Eddig is legalább. Hány felvételre hívtak már benneteket? Ez egy elterjedt dolog? Vagy ebben ti vagytok az elsők egyébként, hogy ilyen filmes forgatásokra tudtok drónnal menni? Van már elég sok ilyen drónos csapat, de azért van munkánk. Dolgoztunk vele tévében, Noé barátait például, meg hasonló. Minden képkockájára emlékszem a Noé barátainak. Vissza tudsz integetni a Janinak a pókkal? Megbillengeteket. Szia! Nézd meg, de jó! De jó! Tényleg jó minőségű képet ad egyébként? Abszolút, közben dudálnak a hallgatók, akik anya! Látják. Anya! Akkor 4:11-kor a Europarkban! Akkor mondod, hát ha nem hallja, olva. Jelen pillanatban ez a kis madár lerepült a felüljáró fölé egy olyan 3-5 méterre már csak. Itt mennek ugye a felüljáró mellett az autók. Kicsit fékeznek is, meg fölfelé néznek. Egy olyan 8-10 méterre az út fölött repül a vaspók az anyjának. És közben egyébként nagyon szép képet adva most látszottunk mi. A Fradi pálya fölé az oda nem lehet berepülni, ugye? Hát az tilos. Igen, azt... Fordítsd már meg, hogy lássuk a pályát. Gyerekek, hát, de most mondtam, hogy tilos. Ja? De nem, ja, azért... hát nem repülsz be, csak mutatod. De fölülről egyébként egészen szép lett. Leszállni nem tudtok vele akárhol, tehát nektek azért ezt így szabad szemmel látni kell, nem? Tehát ha csak igen. A monitort látunk... Magát a leszálló pályát látnunk kell ahhoz, hogy biztonsággal le tudjunk szállni. Gyerekek, azért ez egy jó mulatság. Menő. Ez jó. Igen. Ez jó, nem? Na, föl, nagyon magasra, és nincsünk egyet a város felé, mert az még nekem inkább... Nézzük egy város látképet. És ahogy fönn vagyunk 200-on, fixáljuk a gázt, és én átadnám Sebestyén kollégának a cuccot. Ahhoz egy 10 másodperces box udvart, box utcát beszeretnék iktatni, mert merülne az aksi, és nem lenne jó, ha Balázsnál kezden elsüllyedni. Aha. Megőrülök, és letetted a földre. Tényleg, azért van. Ez nagy dolog, hogy ez így repül tulajdonképpen. Láttad, de hogy leszállt a vasfoglalat? Elképesztő volt. Mennyi az aksi, vagy mennyit bír, hogy van ez? Hát egy aksival olyan 7-8 percet tud repülni. Hát mondjuk zabálja az aksit, nem? Hát igen, elég nagy aksik vannak benne, de sok a áramfelvétel, nagy a teljesítménye a motoroknak, úgyhogy
lemeríti pikpak. Télen ugye a hideg miatt egy kicsit csökkenhet, de lehet látni azt a fekete dobozt, amiben éppen berakja a márka az aksit. Ez egy saját fejlesztésű kartondoboz. Új, de nagyon kemények vagytok. Figyeljetek, itt nincs NASA. Itt melyik kórház van legközebb? Repülj már oda. Tessék? A Szent István vagy, vagy valahol repülj már. Ja, nem, integessen csak neki én felsajtottam Szent István. Szent István, itt van egy kórház. Hát lesz szegény beteg, legalább egy kicsi örömöt vigyünk a napiba, ki tudnak integetni. Figyeljetek, egyébként ezt az irányítást én nagyon szívesen kihagyom ezt az irányítást, mert ebből sok jó nem sül neki. De most már legyél bátor, itt dumáltál egész reggel, vállald be. De azt nem bemondták. Fél perc csak múlva. Csak egy ember beszél, mert nagy a káosz, mondjad. Fél perc múlva akkor bele tudsz nyúlni, hogyha ki akarod próbálni. Felszállok és mehetünk. Na, jó. Sose vágták gajra ennyi idő alatt 2 milliót, nem? Cseréltetek aksit? Valamikor el kell kezdeni, igen. Cseréltetek aksit? Na, akkor repcsesd a vasmadarat, tesó. Oda néz, hogy repül. Oda néz, megint felrepült a vasmadár. Ah, megbocsant, öcsém. Egyébként nagyon jól néz ki, egy ilyen kis 8-karú pók röpköd itt a Hungária körúton. Azért megszámoltam, tényleg 8. Igen. Jelen pillanatban 5000 ember nézi a streamünket, úgyhogy mindjárt bali irányít, most vagyunk fönt, a kijelző szerint egyébként egy ilyen 100 méteres magasághoz közelítünk, 90 méter magasság, most azért látom, följebb mész meg kicsit, azért most megijedtél, tehát nem ez a 80 méteres. Hát minél magasabb vagyunk, annál nagyobb a biztonság, igen. Érzem a bizalmat, érezted azonnal fölvitte 300-at, mert onnan olyan nagy baj nem lehet. Szabad szemmel, nyilván akik most kinéznek, mit tudom én, a Szerémi úton, a Lánymányosi hídnál, a Budai, ez teljesen észrevehetetlen, nem? Tehát ez annyira hát ebben a magasságban, igen. Tehát sokszor van olyan, hogy a kép alapján repülök, és ugye azt nézem, hogy jó legyen a kép, rá akarok pillantani a kopterre, és nem találom. Na, akkor egy kis gatyába rottyantás van, de szerencsére kép. Van rajta GPS egyébként? Tehát te tudod, hogy éppen hol van? Igen, a kijelző mutatja, hogy én hol vagyok. Olyat nem tudunk csinálni, hogy ráakasztunk egy bögrét, és valahol ledobjuk egy hallgatónak? Tehát mondjuk a Nagyváratére random módon, aki elkapja? Tehát ilyen nincs. Aha, na, hogy beszorjuk az országot egy bögrével, az jó lett volna, nem? Hát szerintem igen, de mondjuk figyeljétek, van rá egy deákom, hogy a Balázs csont nélkül beleteszi abba a kéménybe. Na, melyik az irányítókar? Na. Menjek át a túloldalra. De már az út túloldalára? Igen, ja, nem. Persze, igen. Miért kell minden reggel viccesnek lennem? Miért nem lehetek egyszer rossz? Na. Lemolintom neked, mondjuk. Akkor nem lenne munkád. Az is igaz. Na, a Fradi pálya fölött vagyunk, csak mondjuk közben a hallgatóknak, akik nem látják, hogy mi történik. Részben a Hungária körút, részben a Fradi pálya látható. Jelen pillanatban, ha valaki a... Melyik ez az út? Ez az Üllői út, ugye Nagyvárad tér. Ha ott fölnéz, akkor valahol ott látható a vaspók, amint repül. Na, melyikkel tudok irányítani? A jobb oldali karral tudsz dönteni előre-hátra. Aha, és igen. Akkor elindul. Bár ugye... De látom, ja, előre hátra. Jó, azonnal elhúztam oldalra. Várjál, bocsánat, kicsit. Oldalra is tudod, akkor jobbra-balra megy. Aha, és most merre megyünk? Most előre, csak mert ilyen magasságból ugye... De most megindult a kép. Megindultunk előre. Kérem szépen, a Hungária körút felett repülök, és repülök visszafelé. Igen, igen. Merre repülök? Visszafelé. Aha. Hát elvesztettük a vaspókot. Hol van? Ott jobbra van. Aha. Hol? Hát gyerek, ott van. Ott van, megvan. Megvan, ott jön vissza. Villog is. Hát nagyon nem repültem. Nem? De nekem elég volt, nem akar. Hát te vagy az új besenyő. Hát élete is senki nem ilyen jó. Azt hallottad, elsőre senki nem ilyen jó. Következő történt, jobbra 3 másodpercen keresztül elhúztam a gázkart. Gyerekek, akkor átrepültem, már most le kell gyűjjek. Leteszem a hajamat, akkor átrepültem. Jó, egyébként nincs benne több, mert hogy ez... Szasztok! Hallgatói füllel kevésbé izgalmas, mint amennyire az embernek, aki irányítja. De nyugodtan, ezért kell nézni a streamet. Nyugodtan visszatehetjük szépen. Egy szép landolást kérünk szépen. Nagyon klassz kis szerkezet. Igen. Ez egyébként. És gyere. Milyen ügyes volt a Besenyei, első alkalommal berakta az árpásba. Hallod, egy Red Bull erészel, ez max pont, ahogy repültem, tesó. Láttad a vaspókot, hogy megreptettem? Na jó van, hát srácok, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jön a madár egyébként már csak egy olyan 10 méterre, szépen atmoszférába bejön a hangja. Komoly szerkezet, ahogy így azért megérkezik, nem? Jobban szól, mint a Forma 1. És ebben a pillanatban a paripa landolt. Hát köszönjük szépen. Srácok, mi a következő megbízatás? Van már valami? Most jelenleg nincs. Várjuk a megrendeléseket. Illetve a dagácson megnyitóját. Igen. És volt egy nem fogadott hívásatok a NAV-tól. hogy fülkészítik az úszómedencés házakat. Szóval megrendeléseket vártok. Igen, hát vannak fix ugye műsorok, amit említettem, abban dolgozunk, de
egészen hoffokiesen naptár, úgyhogy nyugodtan lehet minket keresni. Jó, hát ügyesek vagytok, meg ez egy magyar dolog, ti találtátok ki, fejlesztettétek, sok pénzt tettetek bele, úgyhogy kívánjuk, hogy sikerüljön. Márk Attila, nagyon-nagyon szépen köszönjük nektek, köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Szerinted, ha közben azt a két sárgát széthúztuk volna, amíg repül. Akkor 2 millió mínuszban. Akkor az autó pedig. 9:50 múlt pontosan. Az nem ér annyit. 4 perccel. Egy rövid szünet után jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz. Pontosan 5 perc múlva már újra a stúdióból. Érdekes kis kísérlet volt. Nagyon jó ezt így látni, igen. Több mint 5000-en néztek bennünket a streamen. Ez akkor jó, ha az ember nyilván tudta látni, hogy milyen perspektívából látható ugye a belváros. Csak abba bízom, gyerekek, hogy a Pataki nem nézett ki az ablakon, mert akkor leugrik a 10-ről, nem? Itt vannak megmondtam. Igen. Akkor mindennek vége. De érdekes volt ezt így látni. De mi meló lehet egy ilyenbe, képzeljétek el, nem? Az hány tesztóra, mennyi stressz, összerakni, még ez, még az nem működik. Aztán egyszer csak felrepül és összeáll a dolog. És ott te hoztad létre, nem? Hogy azért ezek nagy csodák. Na jól van. M7-esen Trafipax a 145-ös kilométernél Nagykanizsa felé Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Ez a legfrissebb közlekedési hírünk van, valamint az M35-ös legvégén, Debrecennél közúti ellenőrzés, ezt András a Gizda üzente nekünk. M7-es 31-es kilométernél most teszi ki a rendőr a felüljáróra a trafit, középre tette, mindkét irányban mérhet, szervizes üzeni. 41-es főt, 29-es kilométer körnél rendőrök fotóznak Nyíregyháza felé, ez pedig Géza Boy küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, 10 perc van pontosan 10 óra. Igen, csak egyet hozzá kell adnom mindig. Csabi, hello, jó reggel! Jó reggel! Nem vagy átállítva? De át vagyok, csak fejben még 8 óra 50-nél vagyok. Szevasztok! Mi újság, Csabikám? Sportos hétvégén volt, képzeljétek el, most volt a Szimacsarnokban a hétvégén a veterán atlétikai világbajnokság, és arra még kimentünk, kicsit családommal kicsit nézelődni, és hát olyan csoda dolog történt, hogy belógtunk a srácokkal a Puskás Ferenc stadionba, amit ők még nem láttak belülről, mindig csak kívülről látták ezt a hatalmas nagy betonépítményt. Sikerös volt az akció, mert éppen valamit ott pakoláztak, gondolom készültek egy meccsre, és minden nyitva volt. Tehát a lelátókon keresztül le tudtunk menni a fűre. Tehát nem mentünk rá, mert hát az egy szent hely, de megsimogattuk, hozzáérhettünk. Meg a gyerekek kipróbálták a futópályát. Úgyhogy nagy volt. De jó. És hogy tudtatok belógni? Elhitték a biztonsági őrök, hogy te vagy Jesse Owens? Hát rám néztek, és mondták, hogy Owens úr, tessék. Igen, én meg a Robert De Niro. Ó, Mr. De Niro, kérem, engedjen be. Igen. Na jól van, csak jó hétvégét volt, sportos. Igen. Hétvégét volt. Igen. Helyes. Jó, mi hívjuk a naphallgatóját. Előbb-utóbb. Hívjuk már is, ha mondja, hogy Morning Show-vé az ajándékcsomag. Én. Halló, itt vagyok. Hello, Balázs, Morning Show, ciao. Morning Show, hello, miért nem mondtad, nem voltál benne biztos, vagy mi volt? De ezek azt hiszem, az osztálytársaim szórakoznak. Hát ezt elmondtad. Ajjaj, pedig te vagy a naphallgatója az SMS-sel, csak nem mondod. De belemondtam. Jaj, ne kezdjük. Ne kamuzzál. Hát de mindenki tudja igazolni, hogy belemondtam, csak a telefonon Mi azt hallottuk, hogy te vagy az, vagy te hívtál, igen, vagy valami ilyesmit hallottunk. Ezt sajnos nem tudjuk megadni így ebben a formában, mármint, hogy te vagy a naphallgatója, viselheted a kitüntető címet, csak ajándékcsomag nélkül, szotyikám. Jó? De. Ugye, hát akkor ez nem sikerült. Hát nem, bátrabbnak kellett volna lenni, ugye arról beszélgetünk, hogy ki mit tett már bele különböző feldolgóüzembe, pékgyárba, cukrászdába, mivel szúrt ki a hétköznapi fogyasztóval. Ugye nagyon jó SMS-t írtál nekünk, azt írta, sziasztok, csillámtetkot gyártok, ha az acskóba egy lánylékelő láncsát teszek, a 3 éves kisgyerek ugyanúgy felteszi magára, amikor anyukája nem figyel. Igen, igen. Tényleg ott dolgozol egyébként? Igen, egy családi vállalkozásunk van, és ott csinálom ezt a csillámtetkost, és én vagyok úgymond az ilyen vezető része ennek, és én tervezem őket. Ó, egy igazi designerrel beszélgetünk. És vajjó szintén tettél már lánylékelő láncsát bele? Tehát, nem, ilyennel azért nem kísérletezek, mert azért elég rossz színbe tudna feltüntetni a vállalkozást. Hát meglepődnék én is, ha Benny venne egy ilyet föl a karjába, és apa, nézd, mi van a karomban. Egy lánylékelő láncsa lenne, igen. Magyarázkodhatná. Apuka, kucsma gomba. Vermár sisak. Kucsmával, kucsmelékű, kucsmával. Igen. Szotyikám,
te vagy a nap hallgatója ajándékcsomag nélkül, jó? Nem baj, rendben, így is jó, elég nagy élmény volt így is. Ők most a kollégák, vagy a család, vagy ki van ott körülötted? Nem, nem vagyok már suliba. Ja, hogy te közben suliba jársz? Én közben tanulok, igen. Csillámtetkó szakra, vagy mit csinálsz? Nem, gimnáziumban vagyok, most érettségizek majd idén. Aha, érettségizel, az nagy kaland lesz, jól van. Lékelőszak. Igen. Köszi, akkor jó tanulásokat, csáó. Köszönöm szépen, sziasztok. Hello, szotikám. Nem merte bemondani, puha volt. Puha volt. Nem hitt benne. Nem hitt benne, azt hitte szórakoznak vele. Jól van, Csabikám, mi a helyzet zenefronton, valami friss? Hozok frisset, képzeljétek el, múlt héten jelent meg a Shakirának a legújabb, a 10. lemeze, és pont a múlt héten derült ki, hogy ő most mindenkit megelőzött, Rihannával volt nagy harcban, akinek van több lájkolója, vagy ismerőse, barátja az interneten, és 86,6 van Shakirának, 86,3 Rihannának, úgyhogy most a Shakira a legnépszerűbb. Hát de miért nem hívják föl a Kaszatibit, ha lájkvásárolásról van szó? Hát a Tibi ebben nagyon jó. Majd holnap mesél erről. A Tibi szakavatott ebben. Na mindegy, erről az új lemezről hozok egy újdonságot, Empire ez a cím. Nagyon jó dallama van a refrénnek, figyeljétek. Jól énekel benne a Shakira. Ez a Shakira az én gépemben. Ez a Shakira és a Rihanna közös duetje? Nem, ez már az utáni, tehát ez egy vali új. Mit csinálsz te tényleg a Csabi gépében? Meg volt tekeredve az egérnek a zsinója, és engem rohadtul idegesít, hogyha meg van tekeredve. Előbb-utóbb kontakthibás lesz, és a Gyulának majd kell vennie újat. Csak hogy a hallgatók is értsék, azt mondja, hogy 10 percet csomagol valami kábel, dug, áthúz, levezet az asztal alá, földug a másik oldalon, keresztbe vezet, és... Állagvédelem! Döbbenet. Na jó van, oké, Csabi jön a kívánság műsorral, jó, 555-55-00, ez Csabi telefonszáma, nagyon örül, ha dalt kértek tőlem, ha esetleg... Tolat? Ha esetleg nem veszi föl, vagy bármi, ne hagyjátok magatok lerázni, hívjátok újra, jó, nagyon elszántak legyetek, mi pedig jövünk holnap 6-kor, szevasztok! Sziasztok! Ciao.